túl funk csúszni, és ameddig hamarabb elmegyek, Igen. akkor egy kurva szót meghalok arról, hogy már ha más miatt megy el, akkor úgy rátok basszom az ajtót, hogy az. Na. Jó. Mert nem én miattam vagyunk hát. most itt. Hát. Na, mi? Hát igazából én itt voltam három. Év. Jó, én pedig hoztam kávét a kis barátodnak. Mehetünk. Hát szarok rá, hogy van neki kávé. Én egy szót nem szóltam, én most miért kaptam mind a két oldalról? Nem, én mondtam, hogy a barátodnak hoztam. Ez van, hogy mindig a gyerek látja kárát. Na. Na. Premier League. Igazából ezt csak azért csináltad, hogy jól föl legyen a basz Premier League 5. éva, 10. rész, köszöntünk nagy szeretettel mindenkit. Jelen állás szerint, legfrissebb információink szerint Erik Tenhag még mindig a Manchester United a Ezt azért fontos elmondani, mert hogy még mindig bármi, bármikor történhet. Sajnos a Manchester United nem tette meg azt a szívességet, hogy ebben a kérdésben állást foglaljon, mire fölvesszük ezt a műsort, de lehet, hogy hát, ha az extraig meg igen, de nagy valószínűséggel Erik mégiscsak marad még minket boldogítani itt a következő időszakra. Beszélni fogunk majd a Manchester united is az Aston Villa elni meccs kapcsán. Az Tegnap beszéltünk az Európa Légben az Atletico Madridról és, és a Madridról is. Nagyon Madridi napot tartottunk, bár lehetett volna más csapatokat is megemlíteni, de ennél a kettőnél maradtunk és mit kell még tudni, igen, gyertek, fizetésetek elő, iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, és előfizetni a Premier League.hu-n tudtok, kaptok érte, nem csak ezt a másfél órás adást, hanem plusz három adást hetente. Juhú! Havonta 35 óra csodálatos, fantasztikus tartalom a top futball. Minden legfontosabb ah, információ. mindig egyre van. több óra lesz. Nem, a 30 óra az, hogyha megkap, megkapod, akkor ingyenest is ingyen. kapsz igen, 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 igen. Milyen logikus ez így. Na de szolgálati közlemény perceink itt még nem értek véget. Igen. Mert hogy egyrészt fontos, hogy jövő héten, főleg az én testi lelkem egészsége érdekében nem lesz főműsor, hagyományos értelembe vett főműsor, nem lesz Európa lég, és nem lesz extra sem, viszont két úriember itt a két oldalamon készül egy egészen különleges kollab adással egy másik podcasttal, amit nem árulunk el, hogy mi lesz, majd akkor A hétvégén már érkezik róla a kommunikáció minden, minden platformon. Izgalmas lesz. Szerintem ezt vártuk már elég régóta a Vencével. Pit is várta ahhoz, hogy ne legyen itt. Ezért el is megy. <laughs> Igen, elmegyek. És ti is azt várják, hogy a legyen a ad adásban, akkor most itt az időtök. Ja, ja, itt van, eljött végre ez a pillanat. Egy rossz hír van, hogy a válogatott szünet után visszajövök, tehát <laughs> nem szabadultak meg. Mi külön. azért szeretjük De legalább végre lesz Premier amit én is végig tudok majd hallgatni. Igen, és izgalmas lesz tényleg. Tehát ez olyan dolog, amire a Bencével két éve készülünk, kb. hogy azért ezt egyszer valamikor valósítsuk meg. Itt van, jövő héten megvalósul. Így van. És mindenkinek elérhető lesz, fönn lesz a YouTube csatornánkon, teljes egészében is valójában. Így reméljük, hogy ezért megbocsátatok, hogy az extra előfizetői tartalmaink szünetelnek a jövő héten. Az elég ritka kollab. Méghozzá egy elég prominens másik podcast. Ó, oh, prominens wow, Ez nagyon jó. neki. Na, a másik uh, közérdekű közlemény. Uh, végigment, vagy végig megy ezen a héten a sokás, szokásos csapat specifikus extránkból az első wow. kör ebben a szezonban, és már nagyon régen volt konkrétan az előző szezonnak a legeslegvégén egy kérdezfelelek adásunk. Úgyhogy a válogatott szünetet követő héten az extránk az, az arról fog szólni, a részteket pedig Bence elmondja, hogy hova kell megírni a kérdéseket és milyen módon. A következő a helyzet. Úgy működik, hogy a kérdezfelelek adásokat, azokat alapvetően mi az előfizetőink kérdéseiből szoktuk csinálni, azért, mert ez is egy ilyen plusz adalék a Discord server meg a Fantasy Premier League Liga, meg a majdani közönség találkozók mellett az előfizetőink számára, meg nyilván az adásaink mellett. Szóval maga a kérdezfelelek adás az paywall mögött lesz, és csak olyan kérdéseket fogunk beválogatni, ami az eheti főműsornak a teljes adása alá érkezik, szóval előfizetők legyetek kedvesek majd oda beírni, amit az oldalon tudtok megnyitni linket. Viszont szeretnénk, hogy azért valami jusson azoknak a nézőknek is, akik csak bele tudnak leskelődni az ingyenes adásokba. Szóval ide most az ingyenes adás alá, ami kint van a Youtube-on, oda is kérdezhettek, uh, annyi van, hogy ebből mi fejenként egyetlen egyet fogunk kiválasztani, és azt majd megválaszolni a két hét múlva lévő főműsornak az ingyenes részében. Wow, ez nagyon kompakt volt. Igen, és még egy dolog, közös a találkozót tudjuk, hogy van uh... Igényre, bennünk is van igény rá, éppen szervezzük, hogy melyik, melyik, nap lesz, és ezt most nem sokára szerintem egy... A dátumot már kinéztük, igazából a részleteket le kell Két héten szervezni. belül szerintem, tehát a következő adás ugye nem olyan lesz, amikor pit is itt lesz, de a két hét múlva biztos, hogy meg be fogjuk jelenteni, hogy hol lesz, mikor lesz, hogy tudtok rá jelentkezni. Szóval stay tuned. Tehát röviden előfizetőink a oh főműsor fulladás alatt helyezzék el a kérdéseiket, aki pedig még nem előfizettünk valamilyen módon, de szeretné, hogy hát ha kiválasztjuk az ő kérdését az ingyenes részre, az itt a forró rakások mellett az ingyenes műsor alatt is elhelyezheti a kis érdekes kérdését. És ha már ezt mondod, még mielőtt bemutatsz minket, rakjatok forró rakásokat. Előző héten sokkal kevesebb volt, és aki nyert, annak sokkal kevesebb like tudott nyerni. Hát, úgy, hát azt hogy... majd elmondjuk mindjárt, hogy miért. Ö, oké, de egyébként ami, Nyert, de nem nyert, az is sokkal kevesebb like volt, mint ami az elkövet, vagy a mögöttünk hagyott hetekben. Úgyhogy légy szíves, aktivizál, aktivizáljátok magatokat, vagy mert mi, nyerünk? Hát, mi fogunk igen, nyerni. Így az így. meg nagyon kellemetlen lesz, hogy itt, itt vagytok 15 ezeren, vagy nem is tudom hányan, és mi fogunk legyőzni. 10 millióan. 10 hát, millióan. Az egész ország minket hallgat. Igen, ez nem a Frederikus show. Még. De az lesz, mert a Reddit Entrance, sósmárk. Üdvözlöm Önöket! <laughs> MVP. Ivan. Szávusztok. Szóval Ebből a színből egy ilyen undorító zakó kéne, és akkor rendben Na, jó, Nekem tetszik ez a polo. És itt van velünk az igazi Európa Ligás ellátott Arzenálmezben méghozzá. Hátul, ha látnátok, Sokan tudom, hogy megnéznék be, tehát hátulról is, de őzil van ennek a hátuljának a meznek, tényleg szép Puma mez volt. Egyébként Európa League badge azért, mert ahhoz, hogy értékeljük a jó időket, vissza kell emlékeznünk a rosszra is. Ezt ne felejtsétek el. Szabó Coelho. Igazából már a Coelho csak el a hazai kontextusban hozzárakni. Igen. ahhoz képest, hogy <Szabó> mind a hárman utáljuk, minden adásban elkezdtük Olyan. felemlegetni. Mi? Nem. nem. <laughs> Engem? Nem a Koeljót, és nem is a jön. Nem utálom a Csepecse. Hát, hát, elég a bolondozásból, el a elég a bolondozásból, mert komoly témák lesznek a szignó után. Tudod, percek! Pina. De ki lett itt megerőszakolva? Ez itt a nagy kérdés. Mert hogy? A Manchester City legyőzte a Premier league hatalmas siker, ismét lenyomták az őket támadó hatóságokat. A Premier League leverte a Manchester City támadásait, és bizonyította erejét jogi tekintetben is. Az elmúlt napokban mind a két verziót olvashattuk a Manchester City jogi kalandjai nevű krimi sorozat legújabb részének rikáiban. A Liga és a Manchesteri klub is igyekszik a maga igazát súlykolni a nyilvánosságban, pedig az az igazság, hogy a PL kicsit, City, meg még annál is kisebbek nyert. Viszont legalább jelentősen kibaszalintottak több másik klubbal. Mi az igazság a szponzori szerződések felülvizsgálatával kapcsolatos tárgyalásokról és az ítéletről? És van-e mindennek bármiféle kiatása a PL 115 vádpontos nyomozására? A másik felét meg majd utána elmondom, mert összelezenessünk túl. Jó, miről szólt maga az ügy? Ugye az arról szólt, hogy a a tulajdonosi körhöz köthető más cégeknek a szponzorációs díjait meg lehet-e kötni, igazából, hogy milyen ára lehet megkötni ezeket. Konkrétan ugye ez a city és a Newcastle-ről szólt, ugye ez magát, a, magát, ezt a szabályozást a Premier League akkor vezette be 2021-ben, amikor a Newcastle ugye megkapta, a, a saudi szaudi tulajdonosok megkapták, hogy a Newcastle-t átvehetik, és nem szerették volna, hogy elinflált szponzori szerződésekkel gyorsan feltöljék a bevételeket. Ilyenek vannak. <hűk> Hú, hát ez óriási nagy csoda. És a probléma az különben, és és ugye ez egy... Kicsit azt gondolom, hogy a Premier League ilyen, ez a klasszikus európai hozzáállással toljuk, hogy mi azából okosak vagyunk, megoldjuk, nekünk nem kell, ezek hülyék, idejöttek nagy pénzzel, de majd megoldjuk. Fél Nagy-Britannia a... most utált téged ettől a mondattól. Nem, szerintem az egész imperializmus utálhat engem, de nem érdekel. De az európai miatt, az <laughs> európai miatt mondtam. Az európai miatt mondtam, például okay. Nagy-Britannia. Azért a brexit kicsit más sajnálják. Na, a lényeg viszont az, az, hogy a, hogy mi történt. Hoztak egy szabályt, ami igazából betarthatatlan és, és követhetetlen, hiszen azt írták bele, hogy fair piaci áron kell megkötni ezeket a szerződéseket. Csak senki nem mi az a fair piaci ár. És ez amikor egy ilyen szubjektív dolgot rakasz bele, ez a Hát nem szabad meglökni az ellenfelet. de mekkora erővel pontosan, hogy ha ezeket nem kötött ki, akkor innentől ez egy tök szubjektív gumiszabálya válik. És nagyjából ezért vált, és megtámadta ugye ezt a pontosan a City group miatt, és úgy érdekes, hogy ezt a Newcastle miatt hozták, de a City támadta meg, mert a City ugye sajnos érintett ebben. Hát, próbálták felhasználni, vagy próbálták volna, hogyha sikeres több pontja ennek az egész ügynek a fontosabb tárgyalás sorozat, megnyomozásnak a segítségére ugye ez a, a, Premier league ugye mi történt? A City, ugye, volt egy ilyen szabály, 2021 ezt behozták. És most tavaly februárban megcsinálták azt, hogy szerettek, vagy idén februárban meghozták azt, hogy volna ezt még jobban szabályozni, és szigorúbbá tenni ezt a szabályozást. Na, és ilyenkor lépett a City, és azt mondta, hogy na jó, ezt már nem. Mert hogy ez a szabályozás elkaszálta az Etihaddal, meg a First Abu Dhabi bankkal kötött szerződésüket, és nem engedték, hogy megkössék ezeket a szerződéseket, mert hogy azt mondták, hogy ez nem fair piaci áron kötött. Ez a kettő egyik legfontosabb szponzor a Manchester Citynek. nek Igen, tehát évi 300 millió dollárra beszélünk, lehet, hogy eurót volt. Lényeg az, hogy nagyon sok, sok pénz. pénzről. És ugye ez itt a kérdés, hogy a City megint mit csinált, nem azt mondta, hogy hát ez egyrészt azt mondta, hogy ez egy hülyeség, nincs ilyen, hogy felpiaci ár, az a felpiaci ár, hogyha valaki azt mondja, hogy meg akarom venni ennyiért, a másik meg el akarja venni ennyiért, akkor kijött az alkú, ez a piaci alkú, így néz ki a kapitalizmus. És igazából valóban így néz ki a kapitalizmus. A probléma a kapitalizmussal szemben, hogy igazából itt nem egy vevő és egy eladó van, hanem ez ugyanaz a személy. A vevő és az eladó. Legalábbis nagyon szoros kapcsolat áll a hát, kettő között. Igen, szerintem itt már mondhatjuk ezeknél. Ahol, Mondhatnánk ahol... úgy is, hogy sziámékrek. <laughs> igen. Tehát, <hogy> <laughs> egyik kezéből rakod, ugye, a másikba ugye a pénz, nagyjából ez történik. És ugye mi történt ezzel? Három dolgot sikerült a Premier League-gel szemben nyerni a, a city -nek. És ugye mi volt az érdekes? Kijött a, a, ítélet, és a Premier League meg a City Group is azt mondta, hogy mi nyertünk, de király. Ugye azért. Ugye uralni a... kell a narratívát. É, és igen. ugye a City volt olyan szempontból előnyben, ha, hogy ők rakták ki hamarabb a saját közleményüket, Szokátos. amit ö, hogy... néhányan át is vettek gyakorlatilag ugyanazzal a narratívával a Manchester City ezt megfogalmazta. Hogy lehetséges ez? Ez nem most köttetett meg, és nem most mondták ki az ítéletet, hanem két héttel ezelőtt. És azóta semmi infó nem jött ki, mert igazából mind a két fél igyekezett feldolgozni, hogy valójában mi történt meg, ugye hogy ez mit tudnak egy... ezzel csinálni. 175 oldalas eredmény volt, amit kihoztak igazából jogilag, azért azt mondjuk nem olyan könnyű lefordítani ezt a három cikkre, amit be tudsz igazából rakni, nem tudom, 800 karakterbe. Na és akkor mi volt a három legfontosabb dolog, amiben nyert a City? Az egyik az az, hogy a Premier league ez a külső bizottság, ugye három volt bíróból áll, Independent Regulatory, ez mm -hmm, a kedvencem. Abszerű. Ebből van minden hónapban ilyen foci, jogi dolgokkal kapcsolatban hat különböző, és igazából van két csávó, akik így össze-vissza a kontinensen, és mindenhol benne vannak ebben. Igen, úgy azt mondták, hogy ö, meg, kell hat meg kell mondani a Premier League-nek sokkal tisztábban, hogy mi az a felpiaci érték és hogy amit most megcsinálják az Etihad szerződést és a First Abu, Abu Dhabi bankos szerződést, az jogtalanul állította meg a Premier League, ezt kimondták. Az egy óriási győzelem a Citynek, mert azt jelenti, hogy megköthetik ezeket a szerződéseket egyrészt. A másik az volt, hogy lassúak voltak a döntéshozatalral. Ugye az egy elég nagy fricska azért vissza a Premier League, akik azért kaszálnák el 115 pontból azért elég sokban a city mert ők akadályoztatták azt, és ezért lassú volt a folyamat a lefolyásnak. Az ugye a másik, teljesen másik, úgy a kettőt külön kell választani, de azért kaptuk egy ilyen pofont. A másik, és a harmadik igazából, és a legfontosabb, amit a City bedobott, hogy azt mondták, hogy na jó, de hogyha azt mondjátok, hogy itt a tulajdonostól kapott szponzorációs dílekben az van benne, hogy én nem adhatok neki szponzorációs szervést, akkor miért adhatok neki ingyen hitelt? Ez ugye azért érdekes, hogy ezeket a szabályokat egyébként a Premier League továbbra sem úgy hozza, hogy hasukra jutnak és ezt áttolják a klubokon, ezeket ezt a kluboknak, Két többségben, kell. tehát 14 klubnak minimum meg kell szavaznia. A City az egészet megszavazta, amikor bevezették a Noa ez volt az egyik legfőbb ilyen ellenérve ezelőtt a, nem tudom, ítélő bizottság előtt, hogy ők megszavazták azt, amit most veszekednek, ez annyira nem érdekelte ezeknél a pontoknál őket. Hát, igen, mert rájöttek, hogy azért nem lesz jó ez, tehát igazából főleg ugye az, hogy még szigorúbbá húzták ezt. Ez, ez a szóval legjobb, menek... hogy a City azt akarta, hogy hát ez az egész, ez egy hülyeség, nem jó, és mi azt érték el vele, hogy az mostantól még szigorúbb lesz, és sokkal tisztább feltételekkel kell dolgozni a Premierlignek. Igen, és ugye, és ez a kérdés, ugye, mert ugye ezt mondták, hogy mi a baj ezzel? Azt mondták, hogy ha azt mondjátok nekünk, hogy a tulajdonosom nem támogathat szponzoráció szerősen keresztül, akkor hitelen keresztül miért támogathat? Mi az egy támogatás? A Premier League kluboknak a nagyjából ilyen 5-6 milliárd ö, font közötti az a, az a hitelállomány, ami meg, megvan az összes 20 klubnak ennek a egyharmada a tulajdonostól származik. Ez egy brutális nagy szám, tehát itt két-három milliárd. Kedvező kamatmentes hiteleket biztosítanak hát a saját kudjaik Ebből a Farad 70 ot nem mindig. Csak, túlzog, csak a Tony, azért, Tony hogy van egy 400 milliós kamatmentes kölcsön a Brighton felé. Igen van Nálatok nek, is mindjárt van egy egy, jó, egy 260 mondom, milliós. Tehát a Everton 451 milliót a saját tulajdonostól Brighton 373, Arsenal 259, Chelsea 146, Leicester 132, Bormuz 115. Ezek csak a 100 fölöttiek, és Liverpool a következő 71 millióval. Akinek nincs, Manchester City, például ez Micsoda meglepetés. Mi, 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 mert ők ugye más csatornák keresztül tudom, el, el a Ugye ez így megy, mert hát ők még vissza se kérik. Ugye azt jelenti, hogy vissza se kell fizetni a kluboknak, hát így a legjobb. Ez a vicces benne, de akkor nincs a united a newcastle a spurs tehát azért sok csapat, aki nem így, nem ezen keresztül, ugye, tehát például például piaci hiteleket vett föl, Ha uh -huh. fizetni fizetniük kell jó hosszan, de azt nem lehet megtámadni a bíróságnál. És azt mondták, hogy igazából áttolták az egész beszélgetést a más csapatokra, hogy velünk baszakodtok akkor gyere Everton, gyere Arsenal, gyere Brighton, na most mi lesz veletek? Mert most innentől nem lehet 0%-on adni a kamatokat itt a hitelre, hanem bizony is a PSR-ra bele kell foglalni az, hogy... Vagy fektessetek be tőkét. Igen, vagy, vagy 50-60 milliót, akkor innentől pluszba hozzá kell adnatok, hogy ennyi még működési költségetek van. És ugye ez már probléma, különben az Evertonok óriási, ők csődbe mennek abban a pillanatban, hogy ezt, ezt beleveszik, de az arzenának is olyan probléma, a Brightonnak is, mert a PSR-t az eltolja picsába, és onnantól nincsen lehetőség. A ja, Brightonnak a nyara azért is nézhetett ki így, hogy ők költötték gyakorlatilag a legtöbbet, mert a PSR szerint ők egy borzasztó kedvező helyzetben voltak. Ugye mostantól. Ezt a szabálymódosítást, amit majd végre kell hajtani, azt a Premier League duboknak, ugyanúgy meg kell De majd szavazni. És, és, és itt jön a rész, hogy na ez volt eddig a narratíva, amit a City volt. És ezek igazak is, tehát ez, ez az igazság belőle. A másik az, hogy igazából ez a dokumentumnak ugye a 10%-a. A másik 90%-ban, a Premier League-nek adta igazat, hogy igen, az, hogy szabályozni kell, hogy a szponzori pénzek jöhetnek el a tulajdonostól, azt továbbra is itt kell tartani, mert a Premier league a verseny képességét, az csak ezt fogja fenntartani. Mert kimondta ez a bizottság, ez a háromfős teljesen különálló bizottság, csak hát az a baj, hogy van olyan versenyjog, és a versenyjoggal egyszerűen nem fért bele ez a felpiaci ár, mert ennek nincs semmi értéke, értelme. És az se fér bele, hogy a hitelt adhatok ingyen, de szponzorációt nem inflálhatok el, amennyire akarok. Tehát ez nem jó. Ugyanaz a szint kell, és ugyanaz, ugyanúgy kell betartani a szabályokat, de kell ilyen szabályozás. És akkor ez a fontos, hogy ez érvényben fog maradni. Ez nem az történik, hogy, hogy eltörlik, és a City azt csinál, amit akar. Hát egészen konkrétan azt mondták, hogy a PSR szabályozásnak nincsen értelme, hogyha ez nem él a Premier league belül, mert valójában akkor nem tudod betartatni a PSR-nak hát, a szabályozást. hogy mindenki ezt csinálni, hogy akkor, és ugye ezt meg tudja csinálni, mert sok csapat, tehát akkor a, kronkék megcsinálják azt, hogy akkor a másik céljuk, ami éppen van valahol, azt fog akkor most szponzorálni az Arzenálnak, és rájönnek egy számot arra. És az... a csapatok egymást hát fogják de... szponzorálni. de ez a nehéz igazából, hogy tényleg innentől el lehet menni bármely, akkor a, nem tudom, majd ugye azt fogja csinálni mindenki, ki a tőzsdére, aztán szerzünk pénzt, aztán hát ez most az hitelmentes. Tehát, hogy na, akkor kamatmentes. Na, a lényeg az, hogy ezt hozták ki, viszont visszatopták a labdát, hogy nem, ez nagyon fontos, így kell, csak pontosabban kell fogalmazni a preménikus. Ez a fontos. És a eddig sokat gyára koppintanak az órára, hogy de egy pontosabb, mert nem figyelhető, és én erre mondtam az elején, hogy ez a nagyképi parasztok oda mennek, és azt mondják, hogy e ilyet ne csinálj. És mi van, hogyha bejön a kerítésen keresztül, és ott jövök be? Ja, hát arra hát nem is gondoltam, hogy meg tudod csinálni. És a City folyamatosan ezt csinálja. És van nálam drótvágó. És ő drótvágóval érkezik, és ügyesen csinálják, és persze mit csinálnak, fölbérelnek 800 ezer ügyvédet, és ők azt elemzik, hogy hol van a kiskapuk. És mindig é, 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 60 million, down the drain, Lord Panic scores again. Igen. <laughs> Ugye maga arról szól, hogy a city a védőügyvédje az mennyire szopatja a Premier league Ezt is ő vezette meg a 115 vádpontos eljárás. És a 115 vádpontos, és akkor csak annyit még mondjuk el, hogy az folyik, ez 10 hétig tartott a tárgyalás, most a harmadik hétnél tartunk, tehát még van hátra 7 hét belőle, tehát azért bőven van még ebből hátrafelé, és meglátjuk, hogy mi fognak kihozni. Szerintem egy dologra volt jó ez, egyrészt, hogy látjuk, hogy vannak problémák, mert ez alapján azért nagyon nehéz lesz az infláciás már bármit mondania ennek a másik vátpontokban. De mellett azért nem csak erről szól ugye az a vádpont, hanem ott van mindenféle a mánycsényszerről kezdve, minden benne van abban a dologban. Én azt gondolom, hogy ott lesz valamilyen, nem tudom, szitit sújtó dolog, az, hogy mekkora az, az elég nagy a kétség nem, hogy milyen nagy lesz. De ettől függetlenül szerintem ez most jól mutatja meg, a másik viszont a Premier League most szépen besózták ezzel. Tehát most azért ők is menni fognak, mint a vérszagot érző cápa, hogy akkor most lecsapjanak a... City-re. Kíváncsiak, milyen ki belőle. Az biztos, hogy a Premier League nagyon sokat gyára kapja meg, és most már megszavazták a Premier League klubok is, vagy sokkal nagyobb büdzsét kap arra, hogy jogilag a Premier League jobban készüljön ezekre, a szabályok jobban nézenek ki. Hát ezeknél a késéseknél arra hivatkozott a Premier League, hogy nem volt elég emberük, és nem tudták elvégezni, hát a, visszajelezni a szponzori szerződések beadása után a Manchester City felé, hogy most akkor ez rendben van, nincs -e rendben, mi lesz vele igen, ez így van, de tök érdekes az, hogy erre felé megyünk, hogy azért most a Premier league szemben a City egyre többször nyer ügyet, mint a Leszter is nyert a éve, vagy az éve elején. Igen, de ettől függetlenül azért van olyan dolgok, amelyet tudják támadni. Erre kell figyelni a Premier league hogy ez, így nem mehet tovább. Mert ha ez így történik, akkor a Richard Masters szerintem neki az utolsó lehetőség az, hogy valami történjen ebből. a Nem Richard Masters, hanem Richard Apprentice lesz. Vagy Apprentices. Már. Nekem az egészben egyébként is ez egy utolsó gondolat, ez egyrészt köszönjük szépen a kimerítő magyarázatot arra, hogy pontosan mi is történt. Hogy, hogy az meg tényleg a foci kapcsán Folyamatosan arról kell beszélni, hogy itt tárgyalótermekben, itt ügyvédek, meg bizottságok mi a azt csinálnak. Igen. Tehát ez annyira kiborító, hogy itt tényleg szurkolóktól látni azt, hogy itt tényleg ez a Lord pedig Scores, igen, hogy gyerekek ne vicceljünk már. Tehát ez annyira komolytalan, meg annyira távol áll az egész sportnak az alapvető szellemiségétől, csak hát jóta ugye a sportból egy komoly üzleti ág lett, azóta ezzel együtt kell élni. Plusz politika is lett. Plusz politika is lett, és azt kell néznünk, hogy egy csapat... A saját ligája ellen lép fel folyamatosan jogilag, és ők háborúznak egymással, miközben a kettőnek valahol az érdekeinek valahol közösnek kellene lenniük. És, és nem azért mondom, de még ez a legjobban működő a szövetség jelenleg. És úgy nem egy szövetség, ez ugye ez egy külön vált, egyszerű, csak nem tudom szervezett igazából a, a Premier League. De hát, ha megnézzük, hogy mi történik még egy szériában, Láligában. Tehát hogy azért ott olyan dolgok vannak, hogy a tényleg gyakorlatilag háború van egymással, és el, egymásnak ellen érdekeltek a felek, itt pedig azért nagyjából legalább hasonló az érdekeltség, csak azt szerintem, hogy minél több pénz legyen a Premier League-ben, ez még a City-nek is az igénye, csak ők igazából a pénz lesz arra, hogy be belőle. Nekem még van egy gondolatom, de ez nagyon rövid lesz ebben az egészben. Én arra vagyok kíváncsi majd, hogy így, hogy sikerült az egésznek a leges legvégén bevonni mindenkit ebbe az egész buliba és más klubokra is ráterelni azt, hogy nekik Emiatt muszáj, hogy problémájuk legyen a Premier league hogy ez vajon mennyire fog segíteni a Manchester city n mert ebben az eljárásban például volt egy csomó Premier League klub, Aki mellett, akik bizonyítékot az. a City ellen adott a Premier League-nek, és így, hogy egy picit átfordították ezt az egészet, és már több klub van, akinek kellemetlen a Premier League-nek adott esetben, amit szeretnének rajtuk áttolni, így adott esetben lehet, hogy a City-nek is kevesebb lesz az ellenállása a többi csapat részéről, és több lesz a támogatása, ami meg áttolhatja itt az erőviszonyokat a Premier league belül. Ez a következő időszak itt ezzel a 115 pontos tárgyalással, és ezért alapjaiban érhatja át azt, hogy a, nem csak a Premier league de a labdarúgást is ismerjük, ami azért egy ilyen kicsit félelmetes felhő itt a mi kis mini buborékunk fölött, de azt majd meglátjuk, hogy hogyan fog alakulni, de hogy ez a turet soha ne érhessen véget. A héten... Majd egyszer beszélni szeretnék arról, bocsánat. Csak a buborékot, meg a lufit mondtad, de én, hogy mindig ez, annyira sokan mondják ezt a föl van fújva ez a lufi a foci körül, és ez ki fog pukkani valamikor. És én megkérdezném ezeket az embereket őszintén, hogy láttak-e már különben IT-t, Lát, minden, tehát a, a gazdaság így működik, a világ így működik, hogy igen, amikor fut egy dolog, akkor az felfelé fut a világ, és lesz majd leesik, de, de ezek nem lufi. Nem úgy történik a Premier League például, nem úgy van szétárazva, hogy igazából azt gondolják, hogy majd lesz nagyon sok nézünk Indiába, ezért most ö, nagyon durván értékeljük, hogy majd lesz ott, hanem jelenleg a bevételeiket képesek különben, tehát a kiadásaikat és a bevételek között van profit. Ez nem olyan, mint amikor régen a dotcom lufi volt, amikor ugye mindenki az új internetes cégbe fektessünk be, mert hát azok nagyon jók lesznek majd valamikor. Most még semmi nem jók, de majd valamikor jók lesznek. Ugye erről az ingatlan lufi. Azt építsünk a bazisok dolgot, és majd valaki majd benne fog lakni, aztán lehetünk igazából, senki nem akar benne lakni, senki is pénze sincs kifizetni a dolgot. Ilyen dolgok történtek, a focival nem ez történik. Tehát, hogy nekem ez a, ez a probléma problémám alapvetően, hogy jelenleg ez egy profitábilis cucc. A és persze tudom, ott a Championship és beszélhetünk róla, hogy nem profitál, és a legtöbb cuk, klub meg ilyesmi, de ott is szépen lassan szabályozza van. Én pontosan látom, mi történik Amerikában a pénzügyi befektetők által megtolt kis cégek, akik így jönnek fölfelé, és a a, a vejűésűjük, az értékelésük az jelenleg nem tudom, 15 millió dolláron áll, és én látom belülről, hogy veszteséges a cég. És hogy de a 15 millióra értékelik, és kapják még több, még több pénzt, és föl kellene a cápák között, be, nem? száfák között hasonló dolgok történnek különben, ott is, ott is megkérdezik alapvetően, és mennyi profitod? És akkor, az hát, még az nincs. nincs. És akkor ez se baj, ugye ez mindig kérdés, hogy akkor a startup vagy, vagy nem. De ez nem a startup világ, ami a forcánál történik, hiszen egy félreértés van ebbe, hogy hát ez egy lufi, és ki fog durrani valamikor. Ez nem egy, nem egy ilyen lufi. Ez, igen, most nagyon. Ez fel, egy folyamatosan fel... növekvő iparág. Igen, és persze most minden iparág és minden eléri egyszer, és egyre jobban laposodik el, az, hogy mennyire, mennyire fut fölfelé, és igen, egy laposódó időszakába érkeztünk el a focinak, de ettől függetlenül, mivel még mindig szállnak bele befektetők, és még mindig képesek ezt különben nullán vagy pozitívan működtetni, akkor egyszerűen nem lehet ez egy ilyen szintű lufi. És hogy vannak-e problémák? Vannak a focikő problémák, de nem az a probléma, hogy ez csak ki fog burlani, és akkor, ú egyszer csak elfogyott a fociból a pénz. Mert nem így fog történni, mert az csak emberek volt nincs. Volt focika, focika, nincs focika. De mennyivel eladhatóbb azt mondani, hogy fú, hát van ez a buborék, ami egyre csak fújódik, és egyszer csak így pukkad, és fölvázolni egy ilyen potenciális apokalipszista labdarúgás sportágában, ahol majd ez a csődbe fognak menni. Félelemre hatás az embereknek, hogy akkor a. Jelentősen hatásosabb, mint azt mondani, amit te mondtál. Ezt szóval. Ezt kön könnyebb vele megtalálni a megfelelő embermennyiséget. Na mondjak itt. Mondjak én is akkor valami félelmeteset? Hát Csiki Begirisztányról kiderült, hogy a szezon végén távozik a Manchester City-től. Ő ugye a klubnak a sportigazgatója. Csiki Csiki Begirisztány? <laughs> Pep guardiola a jó barátja, akinek azért elég nagy szerepe volt abban, hogy itt a klub fel lett készítve, arra, hogy egyszer Guardiola megérkezzen, és hát továbbra is ott tartunk, hogy Pep szerződése szintén lejár 2025 nyarán, és ugye itt a legfrissebb információk szerint jelenleg úgy állunk, hogy ő nem hosszabbítja meg ezt a szerződést, de a klub próbálja győzködni. De meg tudják egy győzködni úgy, hogy a kis barátja már nem lesz itt a következő szezonban. És a jövőre mások fognak vörösborozni? Hát meg ki fogja felkészíteni a csapatot a Vigen elleni League van találkozóra. Édes Istenem. Azt hittem, hogy el fogsz mesélni egy szorít arról, hogy egyszer voltál egy klubban, és hogy próbáltad győzködni a csajt, miután hazament a barátnő, hogy Bence! Maradjon. Én nekem nem csinálunk. Minek nézel engem? Kérlek. Pedig tök jól megállta volna a párhuzam magát. Ugye a Begrisztönnel kapcsolatban egy jó néhány hónapig az volt a híresztelés, hogy ő vissza akar vonulni ettől a sportáktól. Elvileg most az jött ki ezután a hír után, hogy ez nem így van, hanem elmegy egy ilyen egy évnyi kis pihenőre, aztán utána meglátja, hogy visszatér -e valamelyik klubhoz. Esetleg a Guardiola vissza akar -e térni valamelyik másik klubhoz, hogyha távozik. Majd ezek kiderülnek. Ugye rengetegszer említettük már, hogy picit mi is úgy érezzük, hogy mint hogy egy hatyúdal lenne ez a Guardiolának a city is érájában. Last Dance. Nagyon kifelé fut a keret. Az a biztos, úgy hogy... fog sikerülni, mint a kloppé. Ez az erre... sikerült. Akkor kérdezmény kérdezmény mondom. Mondom. te. Szóval... Hát az jobb volt legalább a második kísérlet. Szóval tovább mondva a Guardiolát, miután megtéptétek egymást, <laughs> hogy az egészen biztos, hogy ezt a keretet azért ö, újra kell gondolni majd nyáron. Tök mindegy, hogy Guardiola van, vagy Guardiola nincsen. Az a nagy kérdés, hogy a Guardiolának van-e kedve kitöltve az, hogy egy teljes évtizedet töltsön el a Manchester City-nél, elkezdeni azt az építkezést, amit a Klopp megcsinált a Liverpoolnál, és az új kerettel, új játékosokkal építkezni egy picit, és megnézni, hogy mire jut vele, aztán utána hagyni mögötte, hogy ne egy ilyen tényleg nagyon kiöregedő, rengeteg fizetéssel, magas fizetési keret rendelkező keretet, amiben sok a sérülékeny játékos, nagyon szűk is ráadásul a, a mozgástere a klubnak, hogy ne egy ilyet hagyjon maga után ez az ő személyes motivációjának a kérdése, és hát ez a klub gyakorlatilag tíz éve a Pep Guardiola, sőt még annál is több, a Pep a személyes motivációjának a kérdése, hogy mi merre halad meg, hogy az ő kapcsolatai a klubon belül hogyan állnak föl. Az biztos, hogy a Begiriszen egy tök fontos ember volt az ő életében, a Guardiola milliószor elmondta, hogy az, hogy ez a kis mini katalán közeg kialakult Manchesterben körülötte, az rengeteg szaradott neki motivációt, meg segítséget, hogy dolgozhat a klubban, mert volt, hogy a családja nem volt vele éveken keresztül kint, de a munka meg a munkatársai azok vitték tovább őt lendületben, úgyhogy ez tényleg egy, egyszerűen csak is Josep Guardiola tudja azt, hogy ő neki ez befolyásoló tényezője vagy sem az egy másik érdekes kérdés, és szerintem talán ez az izgalmasabb a mi szempontunkból, mert erről újat nem fogunk tudni mondani, hogy milyen irányba fog elmenni majd az új sportigazgató valamint. Hát elvileg a hírek szerint igazából már megvan a megegyezés az új sportigazgatóval, igen. csak ő még egy másik klubnál dolgozik jelen És az nagyon Is. izgalmas, ugye a sportingnak a sportigazgatója, akiről beszélünk, ami szerintem egy merőváltás. Tehát azért a kész játékosokat akart vásárolni, sokszor világsztárokat ebbe a csapatba. Hát azért a sporting az nem így működik, hanem ott mi megpróbálunk a radar alatt vadászni, vagy nagyon hamar beszállni játékosokba, vagy alulértékelt játékosokba. Gabriel Jesus, Julian Álvarez, voltak egy-két ilyen próbálkozások? Hát egy-kettő, de azért a keretnek a nagy része nem Persze. így épült fel. Tehát, hogyha ez, ez, itt ilyen mindig az a adódik, hogyha egy ilyen embert ültetsz le sportigazgatónak, akkor ő vajon tud-e váltani Szerintem a ez munkájában? Őszintén, hm. szóval, ez nem ekkora a sztori ebbe váltani. Egész egyszerűen az a kérdés, hogy mi a mindsetje mögötte. Tehát ő hogy gondolkozik. Az alapon akarja megnézni az embereket, szerintem az egy nagy egy city szinten, amikor te gyakorlatilag kész világsztár kezdeményeket vehetsz meg folyamatosan, akkor azért nagyjából ugyanaz van ott eszedben, mint minden más 12 komoly klubnak. És akkor itt néha a United ugye eddig kiugrott lefelé, mert ők össze-vissza vettek, akinek senki nem volt a a kezeméről szerintem. Az oké, okay, csak a faszinak nem. Tehát, hogy ő de szerintem egyszerűen esélyesen sem ez, ezeket a játékosokat de, megszerezni. De, de az, amikor föléphetsz erre a szintre, akkor azért azt mondod, hogy akkor legyen. Az nem, a... most már nem a... 17 éves a brazil bajnokságnak a középcsapatában éppen feltörekvő ügyes játékost hozod el az akadémiára, hanem a brazil bajnokság legjobb 18 éves játékosát hozod el. Muka. Ahogy megcsinálta korábban az argentin bajnoksággal a Manchester City és a Julian Alver, ez lesz, magasabb polcon csinálhatod. Persze akár a kampani a nél ugye ez a Berlin-nél ugyanazt csinált, mint a Bayernnél, csak egy jobb játékosokkal ez jobban működik. Szerintem ez a kérdés, hogy az mi alapján működik, én nem, nem, ismerem ennyire a sportnak a sportigazgatóját, meg a mögöttes, hogy, hogy alap, mi alapján dönt. Én azt gondolom, hogy a jó folyamatok alapján jól dönt, akkor ez nem kérdés, hogy ez működik. Persze ettől függetlenül jól jöhet az, hogy mondjuk neki nagyon jó kapcsolatai vannak mondjuk dél-amerikai ligákkal. Ez segíthet, mondjuk, mert láthatóan a Real Madrid is ebben elég jól él, hogy a dél-amerikai ligákat elég szépen tudja trekkelni. Szóval, szóval ez, ez, egy Tök jó és egy logikus lépésnek tűnik ma a sportnak, hogy jó kiválasztása volt, hogy ezt kimondhatjuk. A Csiki Begerisztán is az egyéves szünet kapcsán eszembe jutott egy sztori. A Blank neve valószínűleg sokaknak ismerős, hogyha valakinek így nem lémene, akkor ő a Jóbarátokban játszotta a joy t És párszor feltett nekem ezt a videót a TikTok, hogy ő elment valamilyen létnált csoba, és ott kérdezgették a Jóbarátok utáni időszakára, és azt mondta, hogy hát úgy voltam vele, hogy vége a Jóbarátoknak, ezt csináltam akkor már nem tudom, 8 éve, uh -huh. és megterhelő volt, nagyon jó volt, de megterhelő, és akkor tartok egy év szünetet, mielőtt bármi más csinálnék is hogy annyira jól éreztem magam abban az egy évben, hogy, hogy tartok még egy évszünetet. Az is jó volt. Akkor tartok még egy év szünetet. És én egyébként a metlöblang lennék, tehát hogyha tarthatnék egy év akkor inkább tartanék még négy év szünetet is. Azért a sportban dolgozó, teljesítményorientált emberek, mint például akár a Guardiola, akár a Csiki Begerisztány, azért nem biztos, hogy túl sokáig tudnak ülni a segükön. Úgyhogy ezért is ezt a végleges visszavonulás című történetet hát már egy 60 késve vontam. Ennyi a kérdés. 60 évet, tehát az még egyébként nem öreg? Persze, hát még 15 évig tudsz dolgozni. Van-e belső motivációd ez a kérdés? Azért, már szerintem mellett gondolkodni. Nem tudom, hogy milyen az egészségügyi állapota, Persze. vagy a családdal, milyen a kapcsolata. Szerintem egy jelet megint A melléleg a a távozása esélyesebb lett ez. Igen. Na elég a komolykodásból jöjjön egy kis hülyesség és testhordor, ha már a tegnapi Európa-líket, aki hallotta, az ebbe már belekóstolhatott, mert hogy sokszor kényszerülünk arra, hogy sérülésekről beszéljünk mostanában, ezek meg nagyon nem viccesek. De szerencsére van olyan, ami mégis. Hát nekünk igen. Axel Tuhánzebének kevésbé, mert ő minden idők egyik legbizarabb több hetes kiadására készül. A korábbi Manchester United játékos otthon lejtett és összetölt egy nagyobb üvegtárgyat, a baleset során pedig az egyik szilánk olyan mélysebet vágott a kezén, hogy az egészségügyi szakemberek komolyan fontolgatták, hogy meg tudják-e menteni Tuhánzebe hüvelykújját. Az Ipsis Stán védőjének újja végül megmenekült a kiérkező ellátásnak köszönhetően, de meg lennénk lett, ha a csórit ezzel nem szivatnák agyba főbe, amikor visszatérhet majd az öltözőbe. Na ez. Tehát, Bence, te nem, nem vagy valahol titkon egy tuánzebe? Mert te meséltettek nekem a műsorba, hogy veled mindig történtek ilyen furcsa balesetek. Erre hogy, hogy reagáljak kedvesen? <laughs> nem kell kedvesen. Abban reménykedem, hogy a saját szakmámban azért magasabb minőséget tudok képviselni, mint az Axel Tuán a saját szakmájában. Premier League. Védő. Premier League, Tehát annál feljebb már nagyon kevés dolog van. Uh -huh. Igen, azért annyira nem, nem jött össze neki fölfelé egy top csapatnál a szintlépés. Meg Premier League-nél sok dolog van lejjebb. Én szerintem az egy tök korrekt dolog, hogyha valakiből Premier League védő lesz. De kellemetlen emiatt válsz ki, az biztos, hogy akkor hát lejtettem otthon valamit, és, most most majdnem egy... levágtam az ujjamat. Hát Jó, de abban biztos vagyok, hogy az öltözőbe visszajön, és halálba fogják szopatni hát szerencsétlent. A... Hát, ez nem lesz kirakva pár dolog neki az öltöző szekrényében. Vagy hát ezek... Ilyen mű amit le, le lehet szedni. Emlékeztek ilyenek. arra ilyen rövid animációs sorozatra a youtube on futott még egy tizen pár évvel ezelőtt, az volt a cím, hogy Happy Tree Friends. Nem, nem, amban ilyen aranyos kicsi állatkák voltak, ilyen rózsaszín nyuszik, a pici elefánt, ilyen nagyon kis cuki állatkák, és azokkal történtek mindig ezekben a rövid részekben ilyen rendkívül szörnyűséges balesetek. <laughs> tehát, hogy, hogy belelépett a kaszába, akkor leszakadt a feje tőle, utána felgyulladt, és akkor mindig ilyen szörnyű balesetek történtek velük. Na ez a tuánzebe féle lejtettem az tehát, ami majdnem levágta egyébként az ujjamat, az picit ilyen happy tree friends, és mindig ilyen cuki zene is volt alatta be baleset alatt valószínűleg nem szólt ilyen cukizenet. a ment. De, de, ez tényleg ilyen Benny Hill show Hát sajnáljuk, mert mindenkivel megeshet, csak nagy baj nem történt végül, csak így vicces. A Pét ugye, amit mondott, hogyha valaki ne tudnám, mert Európa League-ben hangzott el, és az előfizetéses tartalom, hogy én nekem a tínédzser éveim során volt jó néhány ilyen Szüleim számára megmagyarázhatatlan baleset, ahol össze Nem csak a szüleid számára. Mindenki számára össze-vissza a szaraszéjjel törtem, megszakítottam mindenemet, és erre utalta Pít. Ettől függetlenül, hogy van tapasztalatom ezekben a balesetekben, én igazából tegnap ezen gondolkodtam este, hogy így nem tudom elképzelni a szituációt, hogy mi az a tárgy, hogy kell leejteni, hogy kell kicsúszni, és honnan tud úgy elpattani, hogy a hüvelykújjadat majdnem le ilyen vágni. Hát, ide beáll, beáll valami, azért abban lehet baj. De akkor benne maradt a kezében, vagy, vagy egy pultra ejtette, és közel volt hozzá. Nem tudom, tudok elképzelni. Egyet, és akkor... Te úgy is beszélgetni, hogy beszélgetni premieri játszájátok. Nem kell interjút csinálni, hogy ott Az, Szerintem már volt egyszer. Ideje is van. Na, csörög rá, zoomon, most, most a a figyel, a... Haver, hogy is volt ez? Most a héten a posztakoglura jelentkeztem, a slotra. Posztakoglura? Meg... Hát tőle most lenne mit kérdezni. Na, ja, ja, ja. is. Remélem is. Nyilván meg volt még egy edző valamelyikük. Már elfelejtettem. Kérdezd meg, hogy slot vagy slot? Vagy, kérdezem vagy igazából meg a Thomas Frankra, a, na, azt nagyon remélem, hogy megadják, mert vele nagyon szeretem. Nehogy elcsábítsam, Fogunk Bencer. beszélgetni. Uh -huh. Tehát a három témán közül az utolsó lesz, ugye? A Lasszám már, Tény. Fejutó Szerintem ott azért sokat beszélget, Nekem van Tomás Frank kapcsán, és szerintem az ide illik majd. Tökéletes témánk van, szerintem a harmadiknak, szóval aki még nem fizet elő, az nem érdemes most is, mert beszélgetni fogunk a második témának. A Unitedről. A United draw, hogy mi volt ezen a kiváló Aston Villa meccsen. A harmadik van pedig az, hogy miért van az, hogy feljutó edzők játszanak valahogy, majd csúnyán kiesnek, és ez most jó vagy nem jó? A focinak jó, nekik jó, a, klubnak a nagycsapban jó, nagycsapbanak... annak biztos Ez barom izgalmas de, Szerintem tényleg jó, érdekes téma. És még egy dolog, csak hogy gyorsan mondjuk el, mert ez mai hír, a Jürgen Klopp ugye a Red Bullnak a az ő head, he, head of, football lett a vezetője, ami azt mondja. Nem, futball lett volna, de head, Van Amerikában is csapatoknak. És, és, alapvetően ugye ez, amikor azt mondják, hogy hát ez a mindennapi munkát nem várnak elemére tőle, tehát ő igazából egy ilyen nagykövet lesz, a Jürgen én megértem, tehát a Rágni fölött azért ez egy elég komoly upgrade, amit most megléptél. Ugyanúgy Gégen Pressing, amire épül a dolog, ez még jól is működik, tök jól fog beszélgetni, mert elképesztő jó motivációs beszélgetni tartani Jürgen Klopp. Tehát szerintem ez egy kiváló igazás a Red Bullnak és most igazából ez jó lesz, mert Klopp is egy kicsit megint szerepelhet, nem csak a klopó profil mögött az Instagramon, ami különben zseniális az egész, de, de igen, különben hihetetlen, hogy mennyire látszik, hogy most így a foci után mennyire kell neki különben az, ami benne élt, ennyire hosszan, hogy folyamatosan róla szólt minden, és, és, tele volt. Panaszkodnak azért, hogy jaj, mindig nyilatkozni kell, aztán utána hiányzik, amikor nem mondhatod el a gondolatot. De mi is panaszkodunk, hogy akkor meg a Pete panaszkodik a legtöbbet, ugye, hogy mennyire sok dolgot kell csinálni, mennyire sok, de amikor, hogyha, és pont amit mondott a Pete, hogy hát egy évet kihagyna, akkor még egyet. Végig posztogatná Twitteren, ha nem tehát, hogy, nem. mert egyszer, nem, nem is csak azért az embernek azért megszokja ezt a visszajelzést. Már mi is, a mi kis saját szintünkben is megszokjuk ezt, egy csomó visszajelzés van. kapott ja, az anyámba. Néha elküldnek az anyánkba. Felismertek a városban. Nagyon jó, de hogy ettől függetlenül most... Ott küldtök el az anyámba. Igen, <laughs> <laughs> még amúgy nem volt. Tényleg <laughs> nem. És, és, szerintem ez itt az izgalmas, hogy azért ez viszont visszajön az edzőkből, meg ezekből, amit mondott a Csiki Begirisztán kapcsán a Pit is, hogy azért oké, ülsz, de ott elkezded ki, nézni ki, a játékost, ki, aztán ezt... jut, hogy leigazolnád. Igen, ezt, igen, igen. Akkor egy keresel egy klubot, hogy hol lehet. Kinek ezt van pénze, hogy van lehet lenni? Annyi van még ehhez, hogy benne van egy ilyen kis kitétel, hogyha edzői szerepet kapna valahol, akkor az egy ilyen kilépő lehet ebből a pozícióból, tehát hogy azért meghagyta ezt a kis menekülőutat. a német válogatott szövetségi kapitányi pozíciója, mint egy ilyen opció még ott van a későbbiekben. Fogunk ma beszélni csapatról, ahol a nagy egyébként jó megoldás lenne, és akkor egy ilyen egy csere árus, csere meg lehetne nem. lépni. Mehetünk, mehetünk előre. Ne is húzzuk az időt, mert tényleg sok mindenről kell beszélnünk, úgyhogy a forró rakásokat a... nagyon gyorsan le fogjuk most tudni. Nem szeretné a valamit. francia válogatottnak a nem. Nem, divat Majd a Kollab beszélgethettek ruházat hát is. Ennél, ennél, viszonylag komolyabb igen, témánk lesz. Igen. Hát, meglátjuk. Na, a forró rakások, a, ezen a héten Norbert Zeke, 63-63, a jól sejtem Zeke Norbert névre hallgat az úriember. Igen, az nem 63 63 neve. Ezt ő nyerte, és valóban ehhez a győzelemes most csak 65 szavazat elég volt, és hozzátartozik a történet, ez, hogy nem ő kapta Legtöbb lájkot, like hanem az, aki bejött az, hogy ebben az évadban Gabit háromszor legalább látni fogjuk felvételeken, ezt sajnos nem tudtuk elfogadni, mert egyrészt nem a Premier League-re vonatkozik, meg sajnos ez egy olyan dolog, amit tudunk befolyásolni. Igen, igen tehát Másrészt ez... pedig szerintem már megtörtént. Igen. Tehát a, a Gabi be sétálni az adásokba, úgyhogy látni lehet. Ha, 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 ha. Egy. Úgyhogy ez szerintem már megtörtént, ugye sajnos nem tudtuk elfogadni, úgyhogy elt a Premier vonatkozó forró ami így hangzik, hogy. Eddig a Nottingham Forest kapujára jött a legkevesebb Porsche XG 4,2-vel. A Forest a szezon végére is top 5-ben lesz ebben a mutatóban. Ez nagyon érdekes. Közöttet, azért, mert az előző szezonban top 4-es volt ebben a Nottingham Forest. Ugye mit kell tudni a Porsche XG mutatóról? Ugye ez az a, minő, az a mutató, ami már azt jelzi, hogy a lövés megtörtént, és a kapunak melyik részére érkezik ez a lövés. De, és ugye ebből a lövések, ugye, azok kiesnek. Meg a kaput talagot. nem találó lövések, és kellenek Nagy hozzá kapufát. lövések is. <laughs> tehát, hogyha nem lősz itt sem, az nem számít bele, ugyanúgy, mint ami nem találja a kaput. Az előző szezonban egyébként nem meglepő módon a legjobb pozícióban a három legjobb csapat végzett, az Arsenal, a Manchester City és a Liverpool, utána viszont negyedikként ott Nottingham. is érkezett a Nottingham Forest. 17-tel egyébként alult teljesítették, tehát a legrosszabb csapat voltak ebben a tekintetben, hogy normális kapusuk nem volt, de ebben a szezonban is jól állnak ezen a télen, és hogy most is benne lesznek a top mint tavaly. Van realitása teljes mértékben, tehát ilyen szempontból. Ez egy nagyon okos rakás, és nagyon örülök az, hogy nem csak simán várható gólokat mondtál, hanem redesúl postshot XG van benne, Tudom, azt hiszem Discordon is láttam uh, Norbit, hogy írta, hogy ölt, hogy nyert, szóval előfizetünk, ez, én azt mondom, hogy Discord ez szerben részfevő. Nagyon fasz, az van, van hogy... csak kettest. Igen, ez, az... ez... ez nem lesz kettes, mert abszolút van realitás. A Nottingham Forest, az a liga szerintem lehet, hogy pillanatnyilag legkellemetlenebb csapata, akik hárman ugranak minden cserre, lövésre, elképesztő kompaktak, se a szilin nem tudod megbontani őket, se hosszában, közben folyamatosan rohangálnak be pontosan a helyén van. Nagyon fasza. És most már teljes az van a mm, és nagyon nem a szezon közbe száll És jó igazolások is voltak idén. Tehát, ez, hát működik, működik, a ez a az, az, Európa Ligában jutó Wolverhamptonnak a szimbóluma, ami most történik a Nottingham Forestnél. Ugye annyi, hogy itt ez a lakás pénteken érkezett, hétvégén eljátszottak egy cselszelni mérkőzést, ahol nagy kapusparádé volt, nagy védésekkel, tehát most vissza is csúsztak ebben a mutatóban. Tehát most még picit forróbbnak is tűnik a történet, mint volt az előző forduló előtt, de... Én szerintem ez egy másfeles... Én szerintem más, is ez szerint. egy másfeles, feles, megtörtént az előző szezonban is. És akkor nem, nem mindig kettessünk van, mert ugye annyira... Ugye a nagyon forrók szoktak nagyon sok lájkot kapni, ez azonban nagyon okos lakás van esély rá, hogy bejön. Igen, tehát ez, ez, ez jó esélye pontokat szerez. Úgyhogy gratulálunk, ez egy izgalmas rakás volt, de mivel van realitása, ezért kettes szorzót, elég erős realitás, ezért kettes szorzót erre nem tudunk adni, csak másfeles, ki szeretné kezdeni. Én mondom, nekem az Evertonra vonatkozik, sietünk, mert azt mondta Péter, a következő öt mérkőzésükön... Apu siet, azért sietek Nem kényes. siet, apa. A következő öt mérkőzésén az Everton legalább tíz pontot fog szerezni. Következő Ennyi? Öt, öt, meccs. Meccs. öt meccsén. Öt meccsén. kettes. Jó, hát pont pont átlag. Tehát az azt jelenti, meg. hogy Azért az egy döntetlen Jó, jó feleség, maximum. Azért, na jó. Következő mérkőzés vertenek. Ipswich, Fulham, Southampton, West Ham, Brantford, United. Ja, ez, öt, ez öt volt, ugye? Igen, igen. ez öt. Hát azért Értem? És 5-10, 5 meccsen 10. Így pont. van, tisztában tehát voltam fog vele, hogy a Márk egy egyből bele fog kötni ebbe a sorsolásba. Nem, nem bele kötni. E, 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 e ez nyilván én is azért ezt a meccs láttam. Azért ehhez tegyük ha, hozzá, hogy ez három idegenbeli meccs, tehát ha. hogy innen kezdünk. A két hazai az az ötből a legjobb csapatok ellen van, a Brentford és a Fulham ellen van. És az Evertonnak idáig összesen, mármint hogy ebből az ötből a két legerősebb ellen van hazai pályán, a három gyengébbek ellen idegenben játszanak, és az Everton eddig hét meccsen 5 pontot tudott gyűjteni. E, jó, azultás is van Én e, e másfél is egy 75 között gondolkozok. Mert azért ez most egy könnyebb sorsolás. Ez, és valamikor viszik a, a gétnek adnia is kell valamikor. De nem jó. Ez az Everton nem jó. De ez három győzelem, egy döntetlen. Minimum. Én egy 75-öt megadok rá. Jó, jó. a, a két vereségük van már bukóma az egészet. Jó. Na, akkor mondom én, csak mert hasonló, hasonló szerintem az enyém, egy másik rosszul teljesítő csapathoz kötődik. Wolverhampton. <laughs> ők már nem <laughs> rosszul teljesítenek. Ott várjuk. A Lopetek ide is jelentkezhettem volna, de azon gondolkodtam, hogy tudnék-e úgy beszélgetni, hogy nem küldöm el a végbe. hogy Most mennyire borzasztó rossz egyre. Milyen meccset esze? játszottak az Ipswich mm -hmm. ellen. Na, Wolverhampton. Hét meccs ment le eddig a Premier League-ből, a Wolverhampton ezen a hét meccsen mindössze egyetlen egy pontot tudott szerezni, és ott állnak a tabella a legvégén. Én azt mondom, hogy a következő hét meccs után viszont a Wolverhampton minimum a 15. helyen fog állni a tabellán, mondom a hét mérkőzést. Manchester City otthon, Brighton idegenben, Crystal Palace otthon, Southampton otthon, Fulham idegenben, Bormus hazai pályán És mennyit mondtam? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nem, még van egy Evert idegenben, azzal van meg a 7. És hány hajándék, eddiget mondtál? Itt minimum 15. De. helyen fognak állni. Azután a 7 meccs után. Ja, ugye az 5 pontos hátrány. Pillanatnyilag. Uh -huh. És az Ipsisnek rohadt jó sorsolása van, az Evertonnak elég komfortos sorsolása van, ezek a csapatok, akik előttük vannak. Játszanak közvetlen riválisok a... közül a Crystal és a southampton csak hogy erősítsem, hogyha esetleg le akartok engem értékelni. Igen, és ezekkel a csapatokkal otthon játszanak. Úgy, hogy... Hát igen, és, a, és, és, azért nagyon közel vannak hozzájuk. A tudjuk, hogy a dix igazából nem szabad nézni, mert igazából az egy mm -hmm. hülye csapat. <laughs> Sokat fogunk ma southampton -azni. igen. Jó, nekem ez egy másfeles. Igen. Oh, Jó. Jó. legyen másfél. Mondjuk ott, igen, meg kell őzni egy ilyen Brentfordot még akár, ugye? Hát, hát, hogyha a United megy, meg ilyenek vannak, akkor igen. Jó. én kettő dolgon mondok, ember szóval mondom, meg Lopategén, de Lopategén maradtam. azt mondom, hogy a... Akkor egy ilyen trash csapatokkal foglalkozunk <laughs> most. Én, én azt mondom, hogy Lopategé a West Ham Newcastle meccs után, nem, bocsánat, a Newcastle meccs után nem lesz a Vesztenek a padján, ezen olyan mérkőzések következnek most, hogy Spurs idegenben, United otthon, Forest idegenben, Everton otthon, és a Newcastle idegenben. Uh. Én azt mondom, hogy ez az öt meccs után nem lesz Lopetegi már a padon. Hát, Le, lehet, hogy hamarabb is, de ez, tehát után már nem lesz a Ez azért nagyon erős. Ezt kizárólag azért mondod, mert ez azt jelenteni, hogy ha akkor rúgják ki, akkor az új menedzser pattanás az Arsenal ellen jönne. Meg az, hogy a, utána különben az a, <laughs> ugye ott, ott, lesz ugye elvileg egy ö, Igazából ugye ott kérdés, hogy mikor lesz majd ott a szünet, ott lesz valamikor a szünet is majd, de ott lesz utána majd Hát pont előtte, a nyugászüleleni meccs előtt van a válogatott szünet. Igen. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy arra a nyugászüleleni meccs, még azt tudom kézni, hogy visszajön arra a meccs, de ott is lehúzzák a rólót, és akkor ennyi volt. De utána pedig jön egy de utána Leicester, Wolves, Bournemouth, Brighton, Southampton, tehát azért van egy olyan futás, aminek jó futás lesz, és általában akarsz, hogy a rossz futás. nyert a ellen egyre a vesztem, de ez egy Két meccsövetlenek. Nem. nem Gratul. De, de ez ez nem, nem jó csapat, ez egy nehéz sorsolás. Én ezt full reálisnak látom. Uh -huh. Egy 25 és másfél között gondolkodok. Legyen, egy... legyen másfél, mert ma nagyon jó fejek voltunk mindenkivel. Ja, meg az egy közönség is csak másfeles kapott. Oh. De, de csak a Már kell fog kezdeni hisztizni, hogyha egy 25 Ja, életen, és azzal az csak vagy, az idő megy, jó, másfél. hogy menjünk. <laughs> Látjátok, ez egy... Ez, ez amikor, 200 éve gondolkozol. <laughs> Mi volt az agymenőkben a Sheldonnak ez a hülyesak? Ez a egy nagyon sok dimenziós, ilyen sok emeletes, sok... Ezért... Nem emlékszem a nevére, de emlékszem, hogy... A, azért gondolják. emlékszem, csak a X-pokra. <laughs> Sokra nem. Jó kis játékai vannak. Na, fő témánk. első fő témánk. <laughs> Szeretjük, amikor pontosan az történik, amit vártunk. A Tatanem és a Brighton a liga két legmagasabb védelmével játszó és legintenzívebben letámadó csapata, szóval senki nem lepődhetett meg azon az eszeveszett tempójú pingpong meccsen, amit lejátszottak az Amex stadionban. A látottakra Ens is alig, hanem elégedetten csettintett volna, ha a csapata végül nem bukja el a meccset kettő gólos előről. Így viszont az ausztrál szakembernek szomorúan kellett elismerni, hogy bizony érkezése óta ez volt számára a csapat legfájdalmasabb peresége. De mennyire tehető felelőssé ezért az eredményet a vezetőedző, aki látszólag nem is szeretne ennél nagyobb kontrollt megvalósítani. És hogyan néz ki a Tatanem jövője, ha ezen továbbra sem hajlandó változtatni. Szó szpörzi. Csodálatos a poszekugló a meccs előtt nyilatkozott arról, hogy kérdezték, hogy hát szeretnék-e kontrollálni a mérkőzéseket. Azt mondta, hogy nem, nem, mi szeretnék, ha nyitottak a mérkőzések, és hogyha minél mindenki jól mindenkit, mindenkit tudunk szórakoztatni, majd utána lejátszották a mérkőzést, és jött az ez elfogadhatatlan Először történt meg, mióta itt vagyok ennél a csapatnál, hogy ilyen stílusban így veszítettünk el mérkőzést, úgyhogy ismétel, el szeretném ismételni, hogy ez elfogadhatatlan volt. Hát, Ancs, az a helyzet, hogy ezt az elfogadhatatlan mérkőzést, ezt maximálisan tálítottad elő, úgyhogy ez így mm. csodálatos kontraszt, nyilván a Brighton is, hogy benne volt az egészben, ugye a Pitt mondta, hogy ez a két egyik legintenzívebben letámadó, legtöbbet kockáztató csapat, tehát hogyha a PPD mutatót nézzük, tehát nem a legalacsonyabban rendelkezik, hét és fél paszt engednek azelőtt, hogy elindítanák az első védő akciót, a Brighton a harmadik a Premier League-ben ebben a tekintetben. 8,3. Hát ez egy nagyon érdekes kérdés szerintem, ez a eredmények vagy szórakoztatás, a kettő között van-e összefüggés, hogy szórakoztató játékkal könnyebb egyébként eredményeket elérni. Picit ugye ezt már érintettük tegnap a Európa Ligben és az Atletico Madrid kapcsán, hogy ők nem játszanak szórakoztató játékot, és tőlük hiányadjuk is azt, hogy helyenként dominánsabban lépjenek fel a labdával, ami nagyjából belövik azt a szintet, amit nem tudnak túllépni. Egyszerűen túlságosan több, sokszor adják át a területet az ellenfélnek. Na ezt képest a ezt nem szeretné csinálni soha. Ők mindig előre fel akarnak menni és támadni, amiről az azt gondoljuk, hogy hát az lehet a legeredményesebb. Még mielőtt... Érdekes ez, a, ez ahogyan fogalmazod, hogy szórakoztatóan és dominánsan. A Manchester City domináns, a Manchester City szórakoztató? szórakoztató. Mert ők kontrollálni is akarják a mérkőzéseket, és itt jön be, ami erre az Atletiken is volt egy cikk, és itt idéztek az egyik posztekogulról szóló életrajzi könyvben, ahol sokat gyára is feljött ez a sztori, amikor neki a Melbourneben egy bizonyos puskás Ferenc volt a, az edzője. Hmm és ebben a cikkben, vagyis abból a könyvből idézik ebben a cikkben, hogy Puskás folyamatosan arra bátorította a játékosait, hogy játszanak szabadon, mert elsősorban, mindenek előtt ők a szórakoztatásért felelnek. Ugye a posztakogló ezt onnan is hozza magával, másrészt ugye az édesapjáról is tudjuk, hogy ő ezeket a nagyon fifikás, jó játékosokat szerette, mindig őket mutogatta a hogy ők a jók, ezeket kell nézni, így kell játszani, és picit egyébként az édesapja felé is szeretne ezzel egy gesztus gyakorolni posztakogló, meg ezt szívta magába már játékosként is, többek között egy olyan edzőtől, mint Puskás Ferenc, aki meg ezt a játékosaiba csak hogy hol van az a határ, amikor egy szórakoztató játék, amikor mindig támadunk folyamatosan, megyünk előre, megyünk előre, az átlép egy olyan szintet, ami már kontraproduktív tud lenni egy bizonyos szituációban. És hogy ez ugyanúgy gátja mondjuk a ennek a fejlődésének, mint mondjuk az Atletico Madridnak az előlépésének az, hogy túlságosan konzervatívan játszanak. Hát akkor nézzük meg a Szerintem az adatok tudnak segíteni nekünk alapvetően, hogy hogy néz ki ez a Számok a tények katonái. Így van. <laughs> mit látunk ugye az életből a, a Spursből, és én szerettem volna nem csak erről a meccsről beszélni, alapvetően a Spurs szezonjáról is. Mert én azt gondolom, hogy azért itt jó irányba megy ez a Spurs, és, ezt és most felesleges tagadni. Ez két differencia, nagyon jól néz ki. Hát. Manchester United, ahol tud, segít. <laughs> Hát igen, csak ugye most akkor kiemeljük a united de azért játszottak az arzanállal hát is. Nem, lassan közelítünk azért a tíz meccses mintához, ami már számottevő, tehát itt azért már egyre inkább el lehet kezdeni nézegetni ezeket a számokat. <hül> ők azért nem, nem csak kicsi csapatokat vertek meg, tehát a Liverpoolnál azért most, most azért még mindig mondhatunk olyan hatás, hogy azért egy a sorsolás nagyon kedvezett a Liverpoolnak. A Spursnak ennyire nem volt kedvező sorsolása, mint amennyire például a Liverpoolnak volt, és ahhoz képest az a tavalyi évben ugye 0,13-as differenciájuk volt meccsekre levetítve, ez 0,96 ez konkrétan a tavalyi évben messze kiemelkedően a top 4-be beférne. Tehát ugye itt a Liverpool volt, aki egy fölött volt, mint harmadik, 1,1-jel, de a Chelsea 0,4-jel lett volna a tavaly negyedik, hogyha hozták volna az eredményeiket is. Ez a Spurs egy nagyon domináns, egy nagyon jó csapatnak tűnik. Egyes XG felé teljesít valaki, az mindig is top 4, de igazából a bajnoki címét harcás lett volna, amíg a City nem érkezett meg ebbe a bajnokságba. A, ami azért látszik, hogy a, XG ellenük az még hetedik legjobb helyen áll. Az XG, amit termelnek, az az első helyen vannak, hogy Liverpool éppen ők melyik meccsen hogy állnak éppen. Tehát a támadójáték nagyon erős, ha azt nézzük meg. És mellett, ugye a ppd amit említettünk is, 7,52, ami brutális szám, még a tavaly évből is tudtak fölfelé menni ebben. A labdabirtoklások a második, 63%-a a City mögött, a tiltjuk, tehát az, hogy mennyi érintésük van a támadó harmadban, és az ellenfélnek mennyi érintése van az ő védő harmadukban az 69,48, majdnem 70%-ot náluk ők a támadó harmadban és a védő harmadban, csak 30%-ot az ellenfél. Ez a második, megint a City mögött. A, ami azért egy kérdés, hogy az expected threat az, hogy mennyire halad, mennyire veszélyes, hogy ahogy mész előre felé a pályán. Ez gyakorlatilag a harmadik most a Spursnél, és hatodik volt ez tavaly. Tehát ebből is képesek voltak előlépni már, és még a védelmi vonaluk az brutális különben, hogy 49 méteren áll, 49-es fél méteren áll, ami a negyedik legmagasabb, amikor már durva, hogy még vannak ennél magasabbak, de mellette két méterre ez a tavalyi évhez is feljebb csúszott, még följebb ment ez a Spurs a tavalyi évhez képest, viszont ami probléma, és azért itt előjön az, ami egy, szerintem egy, egy nagy korlátja most jelenleg ennek a Spurs rendszernek, az az, hogy igen, de nagyon agresszív csapat, nagyon intenzív csapat, ezt megmutatják a számok, nagyon magasan van a védelmi vonaluk, de veszélyes helyen megszerzett labdákba, mindegy az ötödikek. pedig itt az első helyen kéne lenni, mert is ebből helyzeket kéne generálniuk. Ezek ötödikek, szerintem ki az első négy különben belőle? Magosan megszerzett labdák. Bormus, Arsenal. Szerintem az első két helyen ott vannak. Csak a Bormus. Igen? Túl sokat seggeltetek ide. Tényleg sok volt az a tíz emberes két meccs? Szabad a gazda. Manchester City. Brighton. Brighton. Everton. Everton. Liverpool. Hát ugye az Everton mindig is az előző szezonban is magasan volt a, a magasan megszerzett a, 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 a is kiment, hogyha Aztán, ki ugye mellett nagyon, nagyon hatékony, ha amikor kiugranak, meg meg tudnak szerezni labdákat, mert csak bizonyos pillanatokban indulnak el. De ugye ez a Bormuzra is igaz, Brighton nagyon-nagyon agresszív, ugye nagyon, nagyon hasonló a Spurs, és ezért volt uh -huh. hát izgamas az, izgamas az a meccs, mert ugyanaz a nem tudom, két csapat találkozott egymás olyan szemben, hogy mi a felfogás. Nagyon sokáig a Brightonnak picit az volt a baj ezen a mérkőzésen, hogy nem voltak elég agresszívak az első fél időben, például és, a lesámadásban. És szerintem itt van a kérdés abban, hogy szerintem a posztekoglu, amit mond, és, és, amit mondott alapvetően a meccs előtt is, hogy továbbra is előrefelé kell menni, és nincs olyan, hogy kontroll, hanem menni kell tovább. Ugye ez a probléma, és ugye ez kicsit a, hogy ez a kloppot még, még túlüti a kloppnak a gondolatait is, mert különben a klopp, amikor főleg, amikor megkezdett a Linders mellé, vagy Linders mellé, akkor volt, hogy Liverpool kezdett egy kicsit kontrollálni labdával többet. Nem vettek vissza, a egy kicsit visszavettek, de nem nagyon a Spurs pedig nem áll, nem áll, vissza egy pillanatra se, és nem a második félidő, nagyon érdekes volt az első második félidő. Én direkt megnéztem többször a második félidő elejét. Mi változott meg a meccsem? Ugye a posztekugló azt mondta, hogy a játékosoknak a mentalitása változott meg, és ebben estek vissza az első fél időhöz képest. <tos> <tos> és szerintem, és szerintem különben nem pont ez történt, mert hogy a, olyan szempontból, hogy az események alakították így ezt a meccset, és mi történt? A második fél időben ugyanazok a helyzetek megvoltak a Spursnek a támadási mint az elsőben. A Brighton de... nullat, és a Hürzert szerintem ezért kell csapkodni ezen a meccsen, mert Mind kurvára semmit nem változtatott ezen a mérkőzésen. Olyan jó, az hogy első ezt mondod. Második. Én, nekem ugyanez volt a megállapításom, hogy a John McKenzie is meg rengeteg mindenki írt, mert tök izgalmas meccs volt. Tulajdonképpen semmi új nem történt az egész meccsen. Amiből a Brighton gólokat szerzett, azok az első félidőben is megtörténtek. Amiből a Tottenham gólokat szerzett az első félidőben, az a második félidőben is megtörtént, csak akkor már nem mentek be a helyzetek. És, és ez a fontos, amikor beszélgetünk, hogy a gólok megváltoznak meccseket, valóban. Tényleg, hogyha a második félidő elején egy hogy a gólok Ugye ez itt az izgalmas ebben szerintem, és mi, miből rúgták a gólt igazából az, hogy a szerencsére Udogi az nem tud kirúgni a labdát, pedig ott volt előtte, és egy luftot belőle. És és én ebbe érzem azt, hogy igaza volt a posztagulónak abban, hogy ezen a, ezt a meccset agyon kellett volna nyerni a Spursnak. Az első fél alapján az egy nagyon domináns dolog volt, mert a hűrcele fölkínálta a bencés, föl, fölfeküdtek, és a olajat is bekészítette, és a Spurs szépen ütötte is őket. Hát a 20. másodpercben zicsere volt a Spursnek. Konkrétan a középkezdés után az első megszerzett labdából utána halálüresen sem mehetett volna a Brian Johnson fölfelé, mert a Madisonnak berúgták a védelem mögé, és a Brighton, a Micsoda? Werner. A Wernernek igazad van tényleg, beindították őket. Aztán, de a Brighton ugyanazt csinálta a 20. másodpercben, ja, amit Werner utána a legesnek a legi. csapatba, Ez, ez, ez nagyon-nagyon más alakult volna pár meccs ennek, a, ennek a, csapatnak. Na csak mielőtt tovább megyünk is, majd belekezdtünk, hogy akkor mi működött rosszul a brighton meg a Spurs-nél is. Egy, összességében az egész mérkőzés, ezt gyorsan megmutattam, aztán beszéltünk utána, akár a Big Picture-ről is, meg hogy tényleg mi változott, vagy változott egyáltalán a második félidőben. Itt ugye a mindig beszélünk arról, hogy egy csapat hogyan kezdi meg a letámadását, hol akar biztosítékokat hagyni. És ugye a Brighton ezen a mérkőzésen úgy csinált, hogy ők hátul plusz egy embert szerettek volna. Egyébként pont a Dezerbinek, ha nem tudom, hogy te még néztétek azt az ilyen online előadását, ahol arról beszél, hogy az legfontosabb, amit megnézel egy labda kihozatal előtt, hogy egy csapatnak van-e hátul plusz egy védője. Mert hogyha van-e plusz egy védője hátul, az azt jelenti, hogy te ember előnyben leszel ezt a pályának a... valamely pontján. ezt mondjuk mindig szerintem mi is. Hogy a... Ez a... Ezt... számolt Számold meg, hogy hányan vannak letámadás közben ennyi. Tehát, hogyha Igen, akkor kevesebben, kevese van akkor, akkor van meg hátul kell valaki. Az, az egy szabad embert. Hogyha kint van mindenki, akkor is van szabad embered, a kapusod, Apusod. de akkor egy picit nehezebb szituáció, mert azon keresztül kell játszani. a kapus kérdés, az egy izgalmas dolog a meccsnél. A Brighton, amit csinált a kapussal. Na, és aki nézi is a műsort, az láthatja, hogy ez nagyjából hogy nézett ki. tehát a énél megszokhattuk azt, hogy a szélsőhálózatok aki hátrudik, látja ott, nem csak nézi, aki látja nem csak nézi, igen a szélső hátvédek azért húzódnak befele a középpályára, és ezt úgy próbálta kivenni a hűrcvár, hogy a jobb oldalon minte, a bal oldalon pedig a mitoma ment folyamatosan udogival, illetve porróval. Elő a két csatár, Rütter is Elbek a két belső védőre próbált nyomást helyezni, és hátul, ugye Igort és Dánkot szerették volna hátul hagyni, hogy a Szolánki mellett ott legyen, hogy ne egy az egybe kelljen védekezni. Igor, aki Webster helyett érkezett. Ugye Webster ez a, állt be a, sorra A, a Webster most már tíz meghúzza magát, úgyhogy ki kell cserélni hát, valamelyik a, mérkőzésből. Kicsit nem áll jól neki ez a rendszer, amit kap éppen, igen. Na, csak ebből jött a probléma, hogy így viszont ugye ez a hybrid pressing szituáció alakulnak ki, amikor a hinshelwood kell elindítani a letámadást. Ő helyezkedett folyamatosan a Bentancur és a Kulusevski között, attól függően, hogy éppen kipróbálja megkapni a labdát viszont ebben mindig folyamatosan csúszásban voltak egyszerűen azért, mert az Igor, főleg az első félidőnek az elején nem lépett föl folyamatosan a Kuluseszkire, hogyha ő rá felpasszolja a labdát mondjuk a Christian Romero, akkor őt le tudja szerelni a Kulusi, folyamat ki, visszalépett, meg nagyon mélyre. Szélre mélyek. mozgott ki, ha a póró bejött, akkor ő ment a szélre, ha a póró maradt a szélre, és sokszor megcsináltam most a posztákogló, ami megint egy pozitív szerintem mellé, hogy szélesen hagyta a szélsővédőit, és azt mondta, hogy jöttek velünk egy-egybe, -egy gyertek ki a szélre, és a pálya közepén van üres emberem, és a Kulusevski fölvette a kezdőkörben üresen. Meg magasan voltak ugye a szélsővédők, tehát a mintét és a mitomát igazából ki is vették a játékból, tehát ők az első vonalban nem tudtak segíteni. Va Valahol a tizedik perc környékén volt egy olyan, hogy a Madison is visszajött, meg a Kulusevski is, és ezért az egyik csatárnak, a Rütternek, a Madison-nak kellett mennie, ezért a Hinsevúd elkezdett behúzódni, viszont a mitomával azt nem kommunikálták le, hogy akkor viszont neked a Kulusevskire figyelni kéne a és akkor ott meg teljesen üresben vette fel a labdát. Az egész probléma abból fakad, hogy a pálya közepén és mindig ez a legveszélyesebb, amikor a pálya közepén te engedsz egy létszámfényt az ellenfélnek. Hogyha a hínság volt, kiment a Bentancurra, ki csomószor szabadon fel tudta venni a labdát, és elkezdhette vezetni, innentől kezdve már rendületből esel rá az ellenfélnek a védelmére, vagy hogyha megtörtént az később, hogy az Igor időben kilépett, és tényleg szinte ember voltak kint az egész pályán, akkor viszont egy az egyben Werner. Feltmannnal egy az egyben Szolánki Dánkkal, és egy az egyben Johnson cardioglu azért ez mindenhol egy mismatch valamilyen szempontból, vagy sebességben, vagy fizikalitásban, és itt jön be például az a pusz, hogy a középpályán is a Baleba viszont ember ember védekezett a Madisonnal szemben, aki viszont folyamatosan kereste a mélységi beindulásokat a védők közé és lehet, ezt a vak oldalán kapja. Tehát ő nem fogja tudni lekövetni, egyrészt a labdát is kell néznie, másrészt azt is tudnia kell, hogy hol van a Madison, egy pillanatra nem figyelsz, és a Medison azonnal kapja területbe, és ebből is egy csomószor tudott bontani a Spurs, nem csak abból, amikor magasan megszerezték a labdát. Hát, az, hogy azt megkapta, ő már egészen elképesztően jól játszik ebbe a szezonba, és majd erről beszélünk a Spurs kapcsán. arra majd térjünk ki de, de hogy ő, és én most ugye voltam kint a, a Tatán meccsen, és az, amikor beállt. bad. hogy Kint a Spurs stadionban, vagy ott e, is tanácsadtatok a Tata Nemnek, Daniel Lee-vel beszélgettél. Izgalmas beszélgetés lenne. De hogy ugye játszott ott a Fradi ellen nagyjából, ez a A-B sor, inkább a B sor játszott, ugye, a Spursből. Majd bejöttek a 70. percben. A, elkezdtek bejönni, ugye mindenki, a kurusevszki ez ez a Brennan johnson mi és A Brennan Johnson-ot úgy ismerjük, hogy igazából, hát ő egy, nem egy ból bolyó, gyors, meg elviszi a labdát, onnan a labda kezelése van, hogy szürreális, külön élőben, ha megnézed. Főleg, hogy mi a különbség, amikor bejön valaki helyett, aki eddig ott játszott a helyet. A Kurusevszki miatt beszéljünk a Brennan johnson én majd megpróbálom megvédeni itt veletek szemben. De, de a Kulu és a Kulusevski viszont hihetetlen. Tehát ez amikor meg a Medizon is olyan volt, hogy próbálod, látszik, hogy rohadt agresszív volt a és próbált ütközni velük, és úgy áll be neked teste, hogy tuti kiforgat, és mert te úgy veszed a labát, hogy abban a pillanatban fordul le rólad. Olyan minőségbeli különbség van, és ugye erről, amikor beszélgetünk, hogy miért nehéz meglépni a szintet, hogy a Premier League-be is jó legyél, és a Fradinak a játékosai elképesztően kiemelkednek a mb 1 ből de különben még Európában is teljesen megállják a helyüket egy Európa Liga meccseken. Tehát teljesen rendben van a Fradi szerintem, és ez egy félreértés, mennyire jó a Fradi vagy nem szerintem, de teljesen oké csapat. De hát ezen a szinten láthatók, amikor bejöttek a nagyfiúk is, hát akkor olyan dolgok történtek, meg pedig a azért nem a leg fizikálisabb játékosnak ismerjük, de úgy használja a testét, és mert a sebessége van, technikai képessége van, de és olyan sebessége, döntés is... Pont az a sebessége van, ami neki a középpályán nagyon hasznos, mert amiket folyamatosan megcsinálta, amikor már visszaállt a Brighton ebbe a 4-4-2-be, hogy az Igor és a Kádioglu közötti félterületet futotta meg, és ott kapta a labdákat, a Hinshelwood meg pattogott le róla folyamatosan, és ebből voltak még veszélyes Köszönöm. bontásai a tetelemnek. A, a Hinshelwood sajnos nem való, remélik ezen a szintjére az, az igazság. Szóval hát vagy ő igazából ilyen szél, szélső védő, nincsen kóztatott kell. Hát a, ő, ő erre tehát egyszerűen fizikai megeszik a srácot, és, és az a baj, hogy ezen a meccsen kifejezetten sokszor, és én másik dologra hívem fel még a figyelmet, ha minden a meccset, akkor a, ő nagyon sokszor nagyon agresszív volt a Bentán tehát ott volt a, a, a segében folyamatosan a úrnak viszont mit, mit csinált a Brighton még, dolog, még egy dolog, ami hűrcelenek szerintem megint egy ilyen fekete pont, hogy E, az támadók elkezdték támadni különben a vikáriót is. Tehát meg volt a labda, és az egyik támadó elkezdte megtámadni. Ugye mi történt belőle? A Hinshaw érkezett rá, hogy ne lehessen egy gyors ilyen falpasszal gyorsan meg megtalálni a középsőhelyet, akit ott hagyott ugye a csatára, amikor megtámadta a vikáriót. Ugye ez a háromszög, ami sokszor látunk, hogy fölpassa, hogy hatossal, aki csak kipörgeti a középső hátvédnek Szemetet föltenni, de mit lehetett csinálni? egy sorra még előrébb egy középás lehetett megtalálni vikerinok egyből. Pont a hogy Kulusevski, és akkor néha Medizon is már bárában néha a Kulusevskire is, mert azt látta, hogy úr is hogy teljesen üresen van, akkor Medizon kapta üresen a labdát. És a, a Medizon Kulusevski szerepkör az fontos most a spurs ebbe a szezonjában, és ez, ez a változás szerintem ma az XG különbség. Plusz az még az egy szóval. támadót beraktak gyakorlatilag a csapatba, amit viszont, hogyha elveszel egy, vagy hozzáadsz egy ponton, azért el is veszed a hátulról. Hát akkor beszéljünk erről. A, ugye a Márka legelején, amikor a Tatanemet felvezett, akkor azt akartam volna beszúrni, hogy azért ez az igazi nagy változás, kettő ponton van változás, én még mutogatok Na, majd a Tatanemben, hogy egyrészt bekerült a Szolánki középcsatárnak, másrészt a Kulusevszkiből csináltál nyolcast, ezért kivetted vagy a Pápe Matárszárt, vagy a Bisszumát, vagy itt tök mindegy, hogy valamelyik ilyen robosztus, erős és fizikalitást, atletikusságot a csapatba tevő középpályását a Tatanemnek. Ami előre egyébként nagyon jó ennek a csapatnak, és ez is beletartozik abba, hogy miért tudnak ezekben a számokban megtámadó játékban jobbak lenni. A Kuluseszki is, meg a Szalánki is, a Brennan Johnsonra csodálatos hatással van. Mert az, hogy a Porró, meg a Kuluseszki van a jobb oldalon, az leveszi a Brennan Johnsonnak a válláról azt a terhet, hogy ő neki szervezni kelljen, meg igazából bármi más csinálni azon kívül, mind hogy a sebességét kihasználva indulnia. Mert a Kuluseszki lesz, amikor kilép a vonal mellé, lesz, amikor középen van, és akkor olyan útvonalat lehet megfutni, lesz a Porró amikor befelé megy, amikor kimegy a vonal mellé. A Brennan Johnsonnak semmi dolga nincsen, mint megérkezni a 16-oson belülre jó lövő pozíciókba, akár a túloldalról a cutback akár a Kulusevszkinak az indításairól. És ez baromi jól csinálja, nem lesz olyan sorozata a mint most van, hogy sorozatban hat, hat meccsen meccs lő volt. Azért az nagyon ö, túlzott extremitás, de ettől függetlenül szerintem a Brennan Johnson Én még, a, még a... lőni fogja a gólokat hát ebben a csapatban. jól érkezik meg a kapu elé, a hosszú Igen, oldalról, de nagyon nehéz vele tartani a lépést. A, a Timo Werner ha tudna fele ennyire befejezni, mint a Brandon Johnson legalább, akkor ő már ő is rúgdosná Most a, a Brandon Johnson rájött az elmúlt hetekben, hogy van egy ballába, amit nem csak támaszkodásra lehet használni, és így azzal is tud gólt lőni, és hát, hirtelen nyilván megjöttek a, a helyzetek. Brandon a számai várható passzak az már az előző szezonban is. Kiemelkedően jók Abszett. voltak egyszerűen azért, mert a posztakuglónak a rendszere annyira ráerősít arra, hogy a szélsők folyamatosan érkezzenek a kapu elé, ezekbe a cutback, passzokra. hogyha van terület, akkor induljanak be a kapu elé. Ugye a Brennan Johnsonnak nem ez a hibája, mert ezeket tök jól érzi. Hol van a terület, hova kell megérkeznem, be is tudja fejezni, hanem, és ez nem derült ki szerintem itt a nem kapcsán, és erről már akartunk beszélni múlt héten a United elni meccs miatt is, hogy játszottak egy Manchester united egy olyan Manchester United-del, amelyik akkor a területeket engedett a vonalak között, meg még kiment letámadni akár tíz emberrel is, hogy folyamatosan egy rohanó meccsbe ment át az egész. Meg játszottak most egy Brightonnal, akik magas védelmi vonal, letámadás magason, de szabad embert hagyva, min át lehetett rohanni szintén. Ezek nem azok a meccsek, amiknek, amikkel ennek a táteremnek alapvetően játék szintjén baja van. Van terület rohanása, meg vannak hozzá a játékosaink, nekik, és a Brennan Johnsonnak meg különösen a seggelő csapatokkal van bajuk, nincsen terület, ahova beindulhatok és megérkezhetek. Jó, ezek ezek ez a csapat. Hát vagy a newcastle akik szintén beseggeltek és lövöldöztek a 16-oson kívül rengeteget, tehát nagy zicserük igazából egy volt az egész mérkőzésen. Rengetegszer mondtuk, hogy nincsen egy az egyező a játáltanámnak. Én szerintem nem az a baj, hogy nincsen mind a két oldalon. A, a, ez a jobboldali Egyikes rotáció, eszint. a Brennan Johnson, Porro, Kulusevski szerintem egy mély blokk ellen is működne akkor hogyha a bal oldalon nem Timo Werner lenne, meg futja Nixon, meg ezeket a folyosókat. És semmi más nem kéne a Brennan Johnsonnak, hanem a baloldalon mi megverjük a védőket, nem, az és az első egy az egy az nagyon sokat segít ennek a csapatnak. Hát meg hogyha tudja megfelelőképpen hozni ezt a színvonalat, ami szerintem még egyelőre nem derült ki, hogy a... Szerintem, amikor játszott, nagyon jól játszott az Odober. Na, ezt majd megnézzük, mert hogyha ő lenne, akkor szerintem ez így nagyon rendben van, mert akkor a Brennan Johnsonnak csak be kell fejeznie a túloldalon, és nem lesz baj, mert a baloldalon az udogi is inkább centrális zónákban jobb, akkor a szélső tényleg tett ki és ő onnan, a jobb oldalon meg ezek a rotációk megvannak, és már is sokkal egészségesebb lenne az egész. Az Más kérdés, hogy a Solanki annyi mindenre van jó hatással ebben a játékban. A letámadásában arról fogok majd mutogatni. A, egyszerűen az, hogy föl tudod rárugni a labdákat, hogy hogyan érkezik a 16-oson belül, majd ennél több gólt kell lőnie, de már ebben is azért hát elkezdett most... termelni most az elmúlt hetekben, úgyhogy ez Három egy meccsen Három meccs, három tehát Nagyon fasz, nem fasz az. a igazolásnak tűnik. Na, ha, még beszéljünk meccsről, meg ennek a spörszről. Mm -hmm. A letámadását, mert én is ahhoz szeretnék hozzáfűzni, és visszatérni majd onnan erre az egész kontroll vagy eredményesség, és hogyan lehet ezt nagyjából jól adagolni, mert ezzel kapcsolatban vannak problémák, de a Spursnek a letámadása alapvetően, mikor MAX gázon tolják, akkor elképesztően hatékony, amíg max gázon tolják, és majd innen szeretném hmm. folytatni, hogyha Bence megmutatta, hogy éppen hogy nézett ki ezen a mérkőzésen mindez. Egy dolog még, a Pete-nek, amikor már eltologatta a rajzait, annyiban volt egy picit csalóka, hogy a brighton a hátsó védelmi vonala, az valami olyan elképesztő módon föl van magasra és nagyon kompakt és ja. szűk akar lenni a csapat, aminek a madison hát, ugye, ugye Középen a... van egy hely. Ez és nem jó. És a, Pete ugye említette ezeket a Madison beindulásokat. Volt az első féldő közepén egy, amikor a Romero fölnézett, a Madison pedig a semmibe elkezdett elindulni, és egyrészt a Brighton az gyakorlatilag kocogott az egész csapat, viszont baszott magasra volt tolva a védelmi vonal, és a Madison kettő másodpercen belül mindenki mögött volt, és teljesen üresen mehetett volna, ami valami elfogadhatatlan, tehát hogyha te egy magasra feltolt védelmi vonallal szeretnél középmagasan védekezni, ami után már az ellenfél fölért, akkor az Aston Villa az a zsinórmérték, amit meg kell csinálni, a villának a védőit élmény nézni, folyamatos azt nézik, hogy az ellenfél mit csinál, és ebből gyakorlatilag... Nem minden védő más csinál, és másfajta testpozíciót Pontosan. Jó, úgy Egy, kérdés, ezt hogy nem tudod csinálni. Kérdés, hogy ezt le lesz-e oktatva, vagy nem? De mert a Brightonnál ők azt akarják, hogy mindig legyen nyomás a labdán optimálisan. A villám nem akarja, ők kompaktak vagyunk, és csapatként előre-hátra pedig mozgunk és hát csak A Brighton a... meg labdát akarna szerezni. De ez nem működik, és ez megint csak egy kiváló, felszopó gondolat volt arra, amit akartam mondani, amit a Márk kérdezett, hogy lesz-e erre idő leoktatni. Most azt én nem feltételezem, Látek. hogy a, a Brighton ne fordítana időt az edzéseken a védekezésre. Viszont amiatt, hogy ez a klub stratégiailag hogy van fölépítve, hogy mi azt szeretnénk, hogy a sokat támadnánk, sok lehetősége lenne a támadó játékosoknak megvillantani azt, hogy jók, mert így fogjuk tudni őket értékesíteni, meg a hűrcel is alapvetően egy ilyen edző, aki megyünk előre, folyamatosan pörögni akarunk fölfelé, vertikálisak vagyunk, sokat akarunk támadni. Én nem vagyok benne biztos, hogy a Brightonnál nincs nincsen túl Kis fókusz az edzéseken a védekező részére a játéknak, és nem fogad-e abból, hogy olyan agresszívak vagyunk, de azért annyira nem akarunk foglalkozni ezzel, és a játékosokban is nem az van, hogy most akkor erre fordítjuk a koncentrációnkat, meg a fókuszunkat meccsen, hanem mi már a labdaszerzésre gondolunk, csak hát közben meg az a baj édesapám, hogy beindulnak mögéd, és zicsereket engedtek, a, meg nyeltek. Azért nagyon nehéz ez szerintem, mert, és erről beszélgettünk szerintem az elmúlt hetekben is, ugye a, a pressinget leoktatni, a, a legnehezebb a magas pressinget, mert nagyon jól kell olvasnod a, a jeleket, és ugye a Brighton is ezt a, az Arzenára is jellemző hibrid pressinget akarja játszani, hogy először zónát védünk, van valahol egy szabad ember, viszont hogyha ő megkapja a labdát, akkor egy azonnali ugrás van, és akkor mindenkinek olvasni hát kell és ezt a, a jelet, is menjen. Ugye ez hiányzik még, ezeknek a jeleknek az olvasása szerintem. Meg, meg a, a, az a pillanat, és az arzenát azért érdemes nézni szerintem labda hogy milyen testpozíció vesznek fel a játékosok ebbe, a, ebbe az ugró pozíció, amikor a két játékos között van. Ő olyan agresszívan néznek arra a játékosra, akit ugrani -e majd kell, hogy ők, látszik, hogy csibészel vannak rá, hogy elengedjünk és már indulunk is. <laughs> csibészelve vannak, ez zseniális ártét a, a jó. a Szerintem az, az tehát el képzelni, hogy, tehát, hogy Látszik, hogy áll azzal a védővel? Nem azzal, amikor fogod vissza a kutyákat a láncon, hogy akkor. Az, és tényleg ez, amikor látszik, hogy úgy van mindenki, tudja, hogy az fog következni, mert ki van videózva, hogy mit fog majd csinálni ellenünk az ellenfél, és amikor érkezik, akkor mindenki esik rá. A Brightonnál egyszerűen azt lehet látni, hogy átmegy egy labda, és a védelem lép még följebb, hogy várjátok, toljuk rájuk a házat is, hogy akkor úristen, nem lehet passzolni, majd a kulcs meg és na ki indul az ötből, ja és, senki. akkor valaki, és akkor, és különben a Medizon ebbe volt nagyon jó, meg a Johnson és különben, majd indultak be. A másik védőbe egyszerűen azt tűnt el ebből a Newcastle, vagy a Spursből, hogy a fölpasszokba egyszerűen belehibázgattak a védők, meg a kapus. Tehát, hogy ezek voltak a bajok hogy különben leesett a 86%-os passzpontosság 80%-ra, majd bejött a gól, elkezdett megremegni az egész csapat, és ez, is, szerintem szóval a ebbe igaza van, hogy na no, az megengedhetetlen, hogyha Spurs vagy, és te vagy a jobb csapat Brightonnál, akkor beleremeg abba, hogy kaptunk -e egy gólt, Istenem, menjünk tovább, és csináljunk, mert ő ezt akarta, hogy játszunk tovább, mert ott voltak a helyzetek, és ott voltak a helyek a Brighton-ban, továbbra is, csak nem tudták megcsinálni azokat, hogy és Timo Werner nem megint volt az meg és kihagyta. Tovább vívve ezt a párhuzamot, ugye az Ázlánál, ugye Rice amikor baloldali egy játszik, vagy most már majd Merino, ezt is láttuk most már a utóbbi meccseken, hogy ő az, aki az ellenfél hatosára lép föl baloldali pozícióba, hogyha mondjuk az Ödegor vagy a Havertz, aki éppen a tízest játsza, ugrik a baloldali belső védőre. De a Rice az pontosan tudja, hogy két játékos között helyezkedek, elindul a letámadás, kimegy a labda a védőnek, azonnal megyek a hatosra itt a Hénselwood, folyamatosan azt nézte, itt van mögöttem a Kulusevski, mehetek a Bentán hát, vagy, vagy sőt, még annyira agresszív volt, hogy a mellett állt, és hagyta a nyolcas maga mögött, és ez a legnagyobb baj, hogy neked nem ez a feladat, neked az a hogy kettőt valahogy próbálj meg és amikor megvan a passz, akkor te már agresszív lép. Okay. érdekes, hogy de nyilván a Hürceler nem azért bízza ezt a pozíciót rá, mert ne bízna a Hinshelwoodban, hanem láthatóan nem bízod rá egy olyan játékos, akiben nem hiszel, hogy meg tudja oldani. Ettől függetlenül nem tudja, csak hogy ez egy ilyen <laughs> érdekes dolog. Csak az, hogy és a pressingnél ez a legfontosabb, hogy te pontosan tudjad, hogy a mögötted lévő játékos mit fog csinálni. Mert a Hinshelwood jól csinálta, hogyha ment a labda, a Bentánkúrnak hatos pozícióra, mert a védők le voltak fogva, a vikárió volt egyedül Szerintem szabad nem idejó, ember, meg a Bentánkúr. Én ezt, nagyon sokszor, nagyon sokszor túl agresszív volt. Tehát már ott a Bentánkúrnál, még a labda nem érkezett oda, már ott volt mögötte. És nem lehetett passzolni neki, viszont mögötte volt. Hát csak akkor ember. viszont a, a mögötte lévőnek tudnia kell. Hát igen, csak hogy csak a akkor volt, mert néha mutogatott, hogy én most megyek befelé. Hatos... Hát de az az igor. Akkor az igornak, vagy a, nyilván az igor a... többet játszott, mint a Webster, akkor érkeznie kell Igen. magasan. És kimész, hogyha kell, akkor az ellenfélnek a térfelére, Ezt látjuk a gabriel nagyon sokszor az árdal, a pont akár a Tatanem elleni mérkőzésen, amikor a szaliba lépett föl sokszor akár az ellenfél térfélnek közepére, hogy ne legyen szabad ember. És ugye ez hiányzott a Brighton. -tól. És a Spurs építkezés alapvetően az Arzenálnak a hibri pressinget is szétszette nagyon sokszor az első vonalát. Tehát azért azt lássuk be, hogy azért az egyik legjobban. Amit ki nem mentek ők is emberi az Támadást építő csapatról beszélgetünk a spurs -re. Tehát azért pont ezzel, hogy a szélsővédők befelé húzódnak, a nyolc csak kifelé húzódnak, nem tudod, hogy melyikkel kimenjen, hogy legyen, az ők nagyon masszívan tudnak bontani. Ez nem véletlenül, nem véletlenül van 70%-ban a a labda folyamatosan, mert ez kurva jó le van oktatva nekik. És nagyon okosak a játékosok hozzá, és technikailag is nagyon rendben vannak. A Bentánkul is ezért játszik, nekem különben ez egyetlen ilyen kérdéses személyi változás külön ebben a szezonban, hogy miért a játszik a helyet mert pont a védekezésében viszont a Benták úr képtelen részt venni. Na, és akkor rátérve a másik csapatnak a letámadására a... Szerintem egyébként a Spurs ilyen szempontból talán még érdekesebb is volt, mint amit a Brighton csinált labda nélkül, mert ez tényleg jobban meghatározta hát, talán a. Látványosabb volt, hogy a Brighton szétesett. Igen, mint igen hogy a Spurs igen. jól csinálta. Így van. Na, és uh, igazából az, az első fél is, meg a második fél is, addig is, amíg nem esett le az intenzitás, nagyon hasonlóképpen nézett ki a Spursnek a letámadása. aprók kis személyi változhatásuk voltak, meg egy-egy játékost eltologattak, és igazából ez adta a legnagyobb különbséget, és erről is szeretnék mutogatni annak, nézi és nem csak hallgatja. Ajánlott. E, mindenképpen inkább YouTube-on nézzetek minket. Szóval a Főleg, Werner, látszik a cuki pofim. Amikor a Brighton elindította a letámadását, akkor a Werner és a Solanki a Dánk és a Balebá, meg az Igor és a Hinselwood közé helyezkedett, és arra vártak, hogy merre fog elindulni a labda. A Kulusevszki, a Johnson és a Madison, a Madison és a Johnsonban a két szélén, a Kulusevszki pedig középen egy ilyen hármas sort alkott, tehát nagyjából, hogyha könnyebb úgy elképzelni, úgy írnám le a tata nemet, hogy 4-1-3-2 volt a letámadásuknak az elej, és akkor innentől kezdődnek el a nagy munkák, mert hogy ha rengetegszer volt, hogy a Felprüken a Hinshelwoodra passzolta fel először a labdát, ez egy labdakézzeteli sémája a Brightonnak, és akkor utána visszateszi, és onnan kezdenek elbontani. Amikor ez megtörtént, és általában utána az Igornak, vagy a Websternek, a baladali belső védőnek tette ki a labdát, akkor a szalánki elkezdi a fantasztikusan kiedlelt, ívelt futásait, amiket tényleg élmény nézni, hogy mennyire. egy hát, egy a képzés után azért ez már elég jól megy. És nagyon faszán csinálja, ő elindul az Igor irányába, de úgy híveli a futásait hogy utána tovább tudjon mozogni a Felbrücken irányába, mert arra szeretnék terelni a labdát. A kádioglu-ra a Johnson nem ugrott rögtön, hanem csak akkor, hogyha oda eljutott a labda, és ez nem mindig történt meg. Az egyik bontási lehetősége a Brightonnak akkor volt, amikor a Solanki-nak a kiugrására a Johnson azt gondolta, hogy muszáj elindulnom, vagy a kádioglu-ra, vagy leginkább az Igorra, mert hogyha az Igortól befelé elindult vissza a Felbrückenhez a labda, akkor a Johnsonnak ott volt egy döntési kényszer kényszere, hogy akkor most maradok, és azt próbálom megakadályozni, hogy a kádioglú ne kaphasson labdát, vagy pedig utána megyek és segítek a Szolánki mögött, mert hogyha visszaszolná az Igorra, akkor a Fabrican, akkor utána van egy szabad ember, és utána föl lehet játszani. Ebből volt mind a kettő verzió. Volt, hogy a Johnson fölment a pressinggel, és utána szabadon hagyta a Kádioglut, ugyankor a kádioglú a félterületnek ebben a mély területében, a pálya közepén teljesen szabadon kaphatta a labdát, de volt, amikor ott maradt bele, és igazából a Szolánkinak a, a fedező pontosan ugyanúgy tudta fedni a maga mögött lévő területet, hogy nem lehetett visszapasszolni, tehát hogy igazából egy személyben levette a Freiburg-hent meg az Igort is. Na és akkor itt kezdődnek a bonyolultabb dolgok, meg a problémásabb dolgok a Brighton, meg a Tatanem részéről, mert hogy ilyenkor a Kuluseszkijé a Hinshelwood középen, és a Madisoné volt a belevá ez a dupla hatossa a Brightonnak, akik alapvetően 4-2-ben építkeznek. Oké, okay. Ez viszont azt jelenti, hogyha a jobb oldalon a Kulusevski, a Hinshelwood és a Madisonnak erről a hármas sornól a széléről be kell húzódni a duplatosra, hogy a túloldalán, a jobb oldalán a Brightonnak ott lesz a Feltman üresen. És az Udogi volt itt ugyanúgy egy ilyen döntési pozícióban, mint a Brennan Johnson a túloldalon az Igor és a Kádioglu kapcsán, csak az Udoginak ez a minte és a Feltman között volt. És a tehát, hanem ebben az első félidőnek, a nagyjából első fél órájában nem volt túl agresszív, és amellett, hogy a Bentánkur is ott maradt a védősor előtt, az Udogi nem mindig ugrott ki erre, inkább megpróbáltak valahogyan visszarendeződni, vagy a Madison és a Werner kimenni a Feltmárra, és utána megnyerni a második labdákat. De ugye, amit mondtunk, hogy amit a Brighton utána hatékonyan kihasználta a második félidőben, azok az első félidőben is megvoltak. Volt olyan, hogy az Udogi elkezdett kiugrani, és utána, hogyha itt a jobb oldalon a Brighton feljátszotta a labdát a Mintira, a Rütterre, a Balebára, aki elkezdtek szűkíteni a területet, megnyerni egy pár harcot, utána, hogyha te elkezded visszafordítani a labdát, ugye a Fandevén, a Romero és a Porró marad egyedül hátul, és a Porró egyszerűen nem maradhat kint a bal oldalon a mitomán annyira szélesen, hogy mellette legyen, mert egyszerűen akkor konkrétan a területeket hagyná középen, hogy abba simán be tud indulni egy Brightonos. Szóval a mitomának, aki a vonal mellé helyezkedett, elképesztő szabad területei voltak. És a Brightonnak ebből volt helyzete az első félidőben is. Volt kettőször olyan, hogy amit a már levezette szépen az alapvonalra, elkezdte sebességben megverni a porrót, visszatette középre, és utána volt helyzete ebből a Brightonnak. De ami igazából az, a komoly változtatás volt a Brighton részéről a második félidőben, az az, hogy miután a Bentancourt mindenképpen ott akarta hagyni a posztekoglu a védősor Kötök előtt. Ha a hódogi ugrik, akkor emberfogásban a Bentancourt-i ez így van, és a, ez volt igazából a változás, hogy az udogi sokkal agresszívabb volt. A, hát nagyjából a 30. perctől, a 70. percig amíg el nem fogyott teljesen az intenzitás a Ez viszont azt jelentette, hogy a Tatanem hátul, a hátsó négyese, ami a Fandevén, a Bentenkor, a Romero és a Porró volt, egy ilyen sokszor nagyon furcsa elhelyezkedésben rendeződtek le, mert a Bentenkor ugye ő hatos, valamennyire visszahúzódott, mint a. Baloldali a közé... belső védőként, de a védőként kellett, de hát azért mégiscsak benne volt, hogy oké, okay, de én középpályás vagyok, szóval véd, de nem kéne a védősort, ami nem létezik, mert a Fandevén kint van a baloldalon, hogy ő legyen a mintével, és akkor a Bentenkor fogja a rüttert, a Romero a velbeket, és a Porrónak is egy. Ugyan, ilyen hasonló ö, problémája van, hogy a már kint van a szélen, de közben meg mi hátul eléggé ö, kevesen vagyunk, szóval én se tehetem meg, hogy teljesen kimegyek az irányába, és a Brightontól egy komolyabb változtatás volt szerintem a Hürcelertől, hogy egy picit agresszívabban és picit magasabban helyezkedett ez a felső négyese, és nem az volt, hogy a Minta meg a Rütter is megpróbálta volna felvenni a labdát az udogi mögött hagyott területben, hanem ők fent maradtak, a büdös Úristen áldja meg. És ez azt jelentette, hogy hogyha ez megtörtént, akkor egyrészt utána teljesen egy az egyben maradtak a Tatanemnek a hátsó négyese, és hogyha föl tudta játszani a Brighton, akkor utána ebből jöttek a helyzetek, meg ebből jöttek a gólok nagyon szépen. <kül> Illetve ami még megtörtént, hogy így volt egy ilyen 25 méteres sáv a pályának a közepén a Tatanemnek a felső hatosa, meg a hátsó négyese között. A pályán túlra nem tudott tolni a védelmedet. És ezt nem nem tudod megtenni, és ebbe meg a kádioglú elkezdheted beindulni. Ja, azért nem tudod, a, mert a lássza, 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 engedi az, hogy egy csatár álljon mögötted, és várha kiúradásra. Ugye ez, ugye ez a dezervizés, tehát hogy kihívom a nyomást, majd pedig fölpasszalom, és ugye megint csak a tehetelemnél nem történt meg az már nagyon sokszor, hogy szabad embert hagytak, és úgy tudták őket átjátszani, a ki kellett menni ember ember ellen az uloginak az ugrásával. Csak miközben a Brighton ezeket meg tök jól le tudja játszani, mert vannak olyan támadók, hát, fizikális akik fizikálisan meg tudják tartani a labdát. Hát is ebben nagyon, nagyon jó, jó, hogy felpasszolod rá. A Velbek volt, hogy visszalépett ide, ahol a Brennan Johnsonnak kéne védekezni, és akkor ott meg ő már azt nézte, hogy itt a Kádioglu, itt az Igor, itt a Velbek is, és arra akkor ki kellett mozdulnia hát, a még, a még valaki. A labdával abban nagyon jó, hogy, hogy dinamikus fölényeket, elmozgásokkal kialakítsanak a második gólt. Hát, gólból. A minte a két szíven, azért ezt hát a posztekogó is magának az az, hogy a lécés, hogy... Akkor visszajön a Velbek kihúzza a védőt, akkor a mitoma már jön mögé, miközben mögötte érkezik a kádioglu, majd később az esztopinál a bal oldalon, és ezekkel a forgásokkal is ebből lőtték például a második uh -huh. gólt, hogy a mitoma kapta a védő mögött a területet, és nem tudták letolódni. Vagyis hát megcsinálták, csak onnantól kezdve már a hosszú oldalon van egy plusz egy szabad ember. Meg, igen. Kellett, hogy a fandevé, meg az udogi és lukat rúgjon hozzá például, sőt az első gólnál az a, udogi, udogi lukat rúgjon hozzá, de ettől függetlenül ezeket a fölényeket megteremtették. Hát meg ugye akkor tud belehibázni egy védő nagyobb valószínűséggel, hogyha ilyen egy-az egyes párharcokra készteted, magasan, úgy, hogy nagy a nyomás alatt a hát, nagyon rövid van megoldani. Mondja, ne felejtsük el, hogy a második fél a Brighton összehozott a másfeleség KB, ebből 0,64 volt Open Play-ből és ez, egy, ez a 0,64-nek a 90 a az a minte, amikor a Ludogé lukat rúgat ösön Tehát, hogy azért nem az történt igazából, hogy záparoztak az itzerek, hanem azt lehet látni, hogy ilyen átmenet csapatban átmenet fentek, és a Brightonnak is ezek a momentumok, erről sokat beszélünk, vagy szerintem egyre többet kell, hogy beszéljünk erről, mert tényleg a lélektan a meccseknek nagyon befolyásolja az, hogy te éppen nyersz egy párharcot, veszítesz egy párharcot, hogy mész ebbe a párharcot bele igazából, és a Spurs a másik fél az beleomlott ebbe, és ezt, hát, ezt, 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 nem viselte a poszták kívülről, hogy ezt látta, hogy megbicsaklik vagy a Spurs. nem az kéne ilyenkor akár, mint alternatív megoldás, hogy oké, a második félén kapunk egy gólt, de akkor nem azt jelenti, hogy az ellenfélnek is kedvező játékot játszunk, és belemegyünk ebbe a rohanásba, hanem, oké, mint a Manchester City, akkor picit megcsinálunk, 10 most Higgadja Annak, amit az adatok mondanak. Meg a statisztika mond. Azt mondja, hogy ne. Ne kezdj el itt leállni, főleg különben a probléma az, hiszen azért nehéz leállni ezzel a csapattal. Ez mert ugye minden kontextus függő. Persze, alapvetően. Ki, ki a fasz fogja a kontrollt adni? Hát pont melyik ez a lesz, aki ez, Hogy ez a csapat nem erre van felhúzva, és, és ugye itt van, visszatérünk ezzel az alapkérdés, hogy hogy akkul mindig ezt akarja játszani. És nem lesz olyan pontja a mérkőzéseknek, alatt, tehát, hanem egy olyan ellenfél ellen, nem seggel be, nagyon stabilan, folyamatosan labdát fog tartani, mert egyrészt arra is van kényszerítve, hogyha az ellenfél nyílt játékot akar, akkor a Tátánám nem mondja azt, akár kettő-egyes előnynél sem, mikor éppen kapunk egy gólt, és picit zavar van a fejekben, hogy oké, most nyugtassuk egy picit a játékot, csináljunk meg tíz paszt egymás után picit járassuk meg a labdát, hanem menjünk ugyanúgy tovább, miközben egyébként az ellenfél valóban ott egy lélektani fölényben van. És ugye itt van a másik, hogy azért a tátelemnél is megfigyelhető az, mint minden csapatnál, és ezt a Nathan Clark szedte ki, aki a már emlékeztet extra inch podcastet csinálja a tátelemről, hogy folyamatos trend, és ez nem csak tehát nem hanem nagyon sok csapatnál előfordul, hogy minden amint... csapat elfárad, csak itt ez túlságosan látványos. A, tehát az a trend van, hogy amint meglövik az első góljukat a mérkőzésen, a PPD-mutatójuk azért bezuhan. És persze megvan az előny, ott már nem akarsz úgy rohanni, csak a viszont akkor jó, hogyha mennek előre, és rohannak, és intenzívek, és intenzívek, és intenzívek. Ha kicsit kevésbé intenzívek, az a Tatán már nem védekezik jól. Hát de ez akkor a, már baj van. Mondom, ez a Liverpool űrgenkloppa. Hát, hát csak itt az van, hogy a Manchester lehet, City ilyenkor azt mondja, hogy akkor járatjuk a labdát. De nem akar a Manchester City lenne a. Nem akar. A Spurs és ez az alapvető kérdés, hogy ez, amikor fullba száz százalékon nyomod, az minden egyes alkalommal neked nyere. Szerintem igen. Ha jó ját... Ugye, és akkor itt előjön az, hogy jó játékosai vannak a Spursnek. Ott van a fizetési kerete, hogy ezt meg tudja tenni. Szerintem nem, de arra felé halad ez a Spurs. És amikor azt mondjuk, hogy hol a plafonja a posztalú rendszernek, szerintem nem látjuk a plafonját a posztalú rendszernek, mert jelenleg a Timo Werner játszik a kibaszott bal szélen. De nagyon érdekes ez a, a, Thomas Frank, miután kérdezték itt a Brentford Wolverhampton után a csodálatos 8 gólos meccsüket követően, és alapvetően a, arra vonatkozott a kérdés, természetesen, hogy ez most csak a második percben jött a gól, nem az elsőben, e -hát. és akkor a, a viccelődött azzal, hogy gyakorolták a pénzfeldobást az edzéseken, de sajnos most a, a Christian Nöggor nem nyerte meg, úgyhogy emiatt volt ez a kis késés a Brentford észre, de ami ebből szerintem érdekesebb volt, hogy ugye Engem mondjuk, milliószor, hogy a Matthew nem ezt gondolja, a Tony Bloom ezt gondolja, a Brentford erre van fölépítve, hogy oké, hogy mi kis csapat vagyunk, meg azt gondoljuk, hogy ők az ilyen kis apró dolgokat próbálják kihasználni, a, a bedobásokat, meg a kezdőrúgásokat, meg nem tudom, de hogy a Frank mondta, hogy mi nekünk, amióta megérkeztünk, bennünk mindig itt van a gól, és mi minden egyes esetben támadni és támadni és támadni szeretnénk. Hozzátett egyébként a mondatban, hogy hát néha egyébként jobb lenne nyilván egy kicsit több kontroll, de mindegy, mert nyertünk, és igazából erre van főhozva az egész keret, hát, hogy mi támadni akarunk. Erről beszélgettünk szerintem pár héttel ezelőtt, amikor az adatos adást csináltuk, hogy persze ezt mondja a nem, de mivel amikor a Brentford feljutott az a keret, nem lett volna alkalmas arra, hogy ezt játszó, ezért kicsit pragmatikusabb hozzáállásra váltottak, és ugye visszakanyarodunk megint a lényeghez, és majd a harmadik témánknál, amikor a Russell Martinról beszélünk, ott ez megint csak aktuális lesz, hogy a minden egyes alkalommal arra futtatjuk ki az egészet, és ez mindig igaz lesz, hogy ha jó játékosaid vannak, aki emelkedő képességű játékosaid vannak, akkor támadhatsz a picsába, és hát a posztekoglu mindenhol nyert, el is mondta második szezonomban, hogy mindenhol nyerek a szertikkel, agyonverte a Skód bajnokságot. persze, hát a Szeltéknek messze a legkiemelkedőbb kerete volt a. az egész Skód ott mehetsz bazd előre a végtelenségig. Hát, nagy, szem... nagy, mintán mindig te fogsz nyerni. Ti, ti mindig azt, hogy a Spurs hozzon már egy olyan edzőt, akiben projekt van, akiben föl lehet építeni, Iza? és hogy ez, szerintem a plafonját nem látjuk, és szerintem nem ott vagyunk, mint amikor látjuk, hogy igazából a Diogo Simeone meghatározza az Madridnek a tetejét, mert az bármilyen jó játékosokkal ezt játszhatod, nem jön ki belőle több, mert lehetetlen belőle többet kihozni. De ebből, amit a Spurs játszott, amit a posztagokról játszott, és ahova, ahova, lépett az első szezonjából a második szedonjában át, azt nem kalaplengetést érdemel. Ez a csávó, ez nem csak kamuzik, amikor azt mondja, hogy hát én azt akarom, hogy itt ott legyen, meg menjünk előre. ezt tényleg küldi az meg előre a játékosait. És ez kurva jó látni végre. Én, én, én ör, őr annyira örülök, hogy ilyen jegyző van itt, és nem azt mondja, hogy jó, hát akkor menjünk kontrollra, mint a kibaszott Ártéta meg a Guardiola, aki kurva eredményesek van, kurva eredményes. <laughs> és, és, a slót is erre felé viszi a Liverpoolt, hogy legyen már kontroll. is mert... Kb... arról majd beszéljünk. Hát annyira csodálatos a progresszív statisztikákkal kapcsolatban egy tök jó etletikes grafika született. Teljesen szürreális az, hogy a Liverpool a harmadik leg labdatartóbb és legkontrollmániásabb csapata a Premier League-nek, mert teljesen nem és ehhez haszott az, az ember. A másikát, nem, de a Meg olyan az, csapatokkal is játszott. Persze, és de ettől függetlenül én azt gondolom, hogy ez nagyon jót tesz a, ennek a ligának is, hogy van egy ilyen csapat itt, és a spurs is nagyon jót tesz, hogy ilyen, ilyen jegyzője van, mert nem tudod ha azt a kontrollt akarod csináltatni velük, mint amit akarsz csinálni a City, meg az Arzán meg tud csinálni, azért, mert kúró játékosai vannak hozzá, meg tudják csinálni ezt. A spurs nincsenek meg ezek a játékosok. Ebben azért csinálni. ez kicsit ilyen tyúk, csirke, tyúk vagy a tojás. Tuk vagy a tojás, tojás. az meg vagy Kakas vagy csirke. Na, tyúk vagy a tojás kérdése. Mondtam az Európai én, én teljesen megmegyek ilyen korodásban, ezeket a mondásokat teljesen elfelejtem, Igen, hogy mi volt. van. Az. És minden, minden. De, de legalább szórakoztató. A bílóba szóval... bílóba ez is mehet be nem tud egy közmondás rendesen elmondani szóval kicsit a tyúk tojás kérdése, hogy persze értem, de azért ezt a keretet nagyrészt már a posztakogló alakította ki, tehát hmm. hogy azért is ilyen játékosokat hoznak, mert ilyen hát csak És akar. azért a lehet pénzügyi lehetőség behatárolják, hogy mely, milyen játékosokat A Timo jön kölcsönbe, nem pedig a, az, az, az nem a Odober jön szélsének. Tök jó kis játékosok, az Archie Grey kapod meg, a Bergwald kapod meg, tök jók, 19-20 évesek, tehát nem fogod rájuk építeni a csoport. nem is játszanak igazából, csak Még. bejönnek a... Hát értem, csak mikor fognak majd oda jutni. Jó, Na. teljesen értem, amit mondasz, ennek a csapatnak kéne egy jobb hatos, meg egy jobb bal hogyha ez meg lenne, és azok is olyan minőséget képviselnének, mint a Szolánki, meg a saját posztján, kéne a Fandevén. A középső sorba, mert a Fandevén meg fog sérülni mindjárt megint, mert minden egyes meccsen oda kap az ez a halítójához, mert csinál 44 sprintet, és a mintével nagyon vicces volt különben a szélen, amit csináltak, hogy a minte megvert az első három méteren, lemaradt három méterre, majd így jött visszafelé, mint a Jusszain volt, amikor megérkezett, és akkor így, hát megint nem tudta megverni a minte, hosszú távon, mert volt egy 40 méterű futni együtt. Szóval ezek mind olyanok, azt gondolom, hogy ez a csapat, ami itt történik, azt szerintem a posztagógló előtt én azt mondom, hogy leakalapad. Ez egy nagyon fasz a csapat épp. azt mondjuk, hogy ezzel a focival, ezzel a nyílt hozzáállással, ezzel a szórakoztató játékkal a posztagógló megnyerni a Premier league hogyha nála lennének a Premier League legjobb játékosai. Szerintem é, igen. Nem, ezt komolyan ver, mondom. Versenyben uh -huh. lenne a Hát most megnyerni vagy ezt nem tudjuk. De, de ezzel a kupát nem tudsz nyerni konkrétan. Ellenben tudsz, csak Pajnok... úgy kell a varianciának kijönni. Ja, jó, oké, tehát most a hulla nagy szerencse kell hozzá. De hát nem akkor nem a... szerencse, mert mert te fogsz dominálni a meccseiden, neked lesz egy csomó lövése, csak lesz, hogy egy mérkőzésen Jó, kontrát. Jó, a konkrát. Brighton, akkor esélyes az FI Kupa győzelemre, ha minden összejön nekik. Hát most... De pont nem, pont de nem. Csak Szerintem a Brighton, még jobb Brighton a Brighton jelenleg a Manchester United és a West Ham között van, különben XG mutatóban. A Spurs vagy a második. Tehát azért ez kicsit hogy lássuk már, hogy azért... A Brighton hogy... nagyon sok helyzetet enged, mert egyszerűen nem jók a hát, védői. Csak a Spurs ennyire nem enged sokat. Mint a, mint a Brighton nem, azt mondtam, hogy a Tata nem ugyanazt a minőséget képvisel, mint a Brighton. Annyit akartam mondani, hogy ez egy kupasorozatban sokkal jobban ki van téve a szerencsének, és a tényleg mindennek csak össze mindenki kell van van kupasorozatban, ha a Batletico Madrid is vagy, mint a Szucsics Picsán rúgja a labdát, és esti, A kupasorozatban mindenki van téve mint ahogy a, 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 jó, az a, az mária a Manchester is. City kedésbé van kitéve mm. a szerencsének, mint ne... a Tata nem. De egy meccses mintán meg nem. Ott meg ez Teljesen rendben Csak ugye van. pont emiatt a, a kupáknak a varianciája miatt, ezért igazából tökni mit játszasz, mert az azon a meccsen bármi ellenőrző. Bármikor picsáruk. És, és az a százaléka de... nagyobb, csak kicsi az a százaléka, amikor összejöhet, mert nagyon kevés a meccs hozzá. De én ezt gondolom, és a, a két nyolcas, a itt van ebben a csapatban most, Madison Kulusevski, azzal, hogy a tavalyi szedom is most már az a spurs már eddig is a spurs-ről beszéltünk. Jó, szükség. csak hogy nem a meccsről. Mint no. egy, egy és háromnegyed órája vesszük fel éppen az adást. Jó, ugye az hogy... a city a győzelme, vagy nem győzelme volt. Mm, és a... Igen, eddig is, na, igen, Na hallgatunk. Csak a spurs-nek alapvetően az egész szezonjáról, nem csak erről a meccsről, hogy az, amit látunk a Medizonnak, a a párosa, ugye, a legnagyobb változás ez történt, hogy a nyolcasok megváltoztak olyan szempontból, hogy a Medizon is eddig is nyolcas volt, csak idő játszott fönt és nem ő lépett vissza folyamatosan, mint a Kulusevski most van sokkal följebb alapvetően a pályán, a Medizon lép nagyon sokszor mélyebbre. És ezt nagyon szépen ki is rajzolják különben a, a mindkettőjüknek az érintés számai. Ugye azt lehet látni, hogy blablabla. igen, Medizon a szarba van. Na, Bingo már keresi a telefonjában a statisztikákat. most már lesz. Nem lesz, a, mert ilyen sose csinálok. De a lényeg az, hogy a nem több progresszív passza van a medizónak ebbe a szezonban, nem sokkal, de azért van ebbe egy előrelépés. Lövéseket különben sokkal jobb helyről. Ugye mindig ez bennük a Medizonnal, hogy az a baj, hogy ez mindenhonnan lő, és a tavalyi szezonban különben 18 méterről lőtt, ide most 16,2, tehát bőven lejjebb vitte. Ez ugye a Dominiknál is nagyjából ez a sztori. Az XG-je, a lövéseinek a minősége, az 11%-ról 14%-ra felugrott. Tehát látszik, hogy sokkal jobb helyekről választ ilyeneket, és viszont a várható gólpassza az duplázódott a Medizonnak. Az a, mert sokkal több tesz már, sokkal több azt jutott előre, amiben majd lehet akár lövés is. Nagyon sokszor nem lövél különben a spurs A másik pedig az, hogy a védekező számai azok duplázódtak a középső harmadban, és a védő harmadban eltolódtak az érintései. Ugyan érintés van egy meccse, mint eddig volt, csak hogy mostantól a védő harmadban sokkal többet érint, mint a tavalyi szezonban érintett. ezzel látszik, hogy az ő szerepkör ezzelre változott meg, a Kulusevski pedig azt lehet látni, hogy nem vállal kevesebb cselt, pedig nyolcasként játszik. És ez brutál jól elkülönben a spörsznek, hogy mostantól nem a szélen kell cselezgetnie, hanem középen is ott is megcsinálja. Ugyannyi cselt, ugyanolyan százalékos. Van egy szeret meg van egy labba cipelőd. És rohat jól áll ez a dolognak. Melei úgy, hogy bentán van neked, aki különben meg nyomásat képes kipasszogatni a labdákat hatosból uh, egyedül. Nekem ebből a csapatból messze a van is, a legnagyobb probléma. De nekem az nem is a támadásom, mert az, azt meg úgy kávé értem is nagyjából. Különben a beszéltem még jobb is, mint a bentán uh -huh. átvegye és kiforogjon. De de valamiért, és lehet, hogy ez valamiféle pályán kívüli okok miatt. Ja, a is a Viszont a játékolvasási vagy készségével volt leginkább a baja. Ha mondjuk a játékolvasás meg a posztakogul az kevésbé a legfontosabb nála. Biztos, hogy kell a hatosként, hogy most hova lépkedj, de a viszont a labdaszerzési képessége az, hogy nyomás alól kiforogjon, szerintem az mindkettő jobb a bentánkúrnál passzol neki jobb a bentánkúr, ez nem kérdés, és tényleg ebben nagyon extra, amit hoz. egyébként a plusz, de mennyire kontrollvesztett csapat lenne ez, még hogyha a bentánkúr helyére még a bisszumát is beraknád? Valószínűleg ez is benne van, hogy, hogy, próbál valamennyi legalább kis kontrollt belecsempészni abba a dologba. Az Udo nagyon és az udogi is nehéz, különben a porró sokkal kiforrottabb játékos, mint az udogi jelenleg. Jó, hát idősebb is, meg az udogi még továbbra is 20 éves, ha jól gondolom. Úgyhogy Igen, csak ő ő azért és csak jövőre jövőre is nagyon éves ébben. lesz. Tényleg? Vannak ilyen játékosok, mint a Lingard. Lingard, meg a, ő még mindig 20 éves. Meg a Marcus Rashford, Igen, fiatal 27 éves tehetsége a Manchester Unitednek. Majd holnap a Manchester United extrában lesz róla szó. Szóval a, a Bentancur helyett, hogyha lenne egy olyan hatos, aki nem akar progressziót beletenni, csak eljuttatja meg szépen nagy hatékonysággal, magabiztossággal teszeget jobbra balra a labdát, viszont nála azért mozgékonyabb labda nélkül, és valami hasonlót, mint a Declan meg tud csinálni, annyira jó lenne ennek a csapatnak. Hát szerencsétlen Bentánk úrnak olyanokat kellett... Minden csapatnak jó lenne ott lenne egy Declan Rice 6 Olyanokat kellett ezen a meccsen is csinálnia, amíg a... Tata nem, nem ment ki ember emberig, addig ugye ő neki a gyakorlatilag a pályának a bal oldaláról, a védelem előttről volt, hogy ki kellett ugrani a jobb oldalra, a kádiógrúnak a beindulásaira, egy ilyen 40 métert megtéve, majd hogyha a kádiógrú nem fölfelé indult el, hanem visszatette adott esetben a labdát, akkor meg utána sprintehetett vissza a védelem előttre. Hát szerencsétlen úgy sajnáltam, mert az tényleg egy ilyen... A, egy ilyen a kis szívét. Ez egy Rodrigo. kegyetlen... Ma ő, majd, nem csak a megsérülés, akkor majd nézzük a viszumát. Én is Hát mondjuk így nem csodálom. Elég komoly mennyiségű terhelést kell belerakni. Bence a Szolánkit, aki nagyon durván jól illik ebbe a dologba, és Egyelőre még nem rugott annyi gólt, mint amit gondoltuk, hogy fog rúgni, de ezt nem jönni fognak. Szépen, de minden más jó. Elképesztő jó letámadásban, elképesztő jó a link up -be, hogy lekészítsen labdákat. És mellette azért a Brian Jones, itt tényleg sokkal jobban néz, mutat már, ha van egy passzer mögötte, mint a Kulusevszki, aki hát És a, a Zolenki is nagyon jó szervező, hát nem miába most is a gólpassza. Hát meg aki meg ki a Brian Jones-ot, mert indul mélységbe, ez nagyon jól áll a csapatok ellen. Zolenki megcsinálja neki a helyet. Így van, és a, a is különben sokkal jobban áll majd ez a dolog, mert indulni, mindig tud, és befejezés, hogy befejezés, meg extra a Human sokkal extra, mint a Brian jones akár. És persze, és még hogy... a Timo Wernernél is. Ja, és ha, az ha Odober lenne a szélén például, az é. meg nagyon-nagyon jól állnak a csapatnak, mert akkor lenne egy ilyen nagyon szép egyensúly, van egy van egy cselező. Én azt gondolom, hogy ez a Spurs, ha egészséges, akkor különben minden csapatra borzasztóan veszélyes, ameddig képesek az intenzitást fenntartani. És ez a másik dolog, ami egy nagy kérdés, hogy igazából nem ez a korlátja ezen a csapatoknak, hogy az intenzitásod egyszerűen elfogy 90 perc alatt. Erre akartam célozni. Ez egyetlen dolog, ami szerintem a, kérdés, és ebbe kell az, hogy jobban forgas, mélyebb keret, az az nincs, mélység nincs ebbe a keretben. Hát ez az egyik, a másik pedig az, hogy 90 percig egyetlen egy csapat sem tud ennyire intenzív lenni. És most tök mindegy, hogy azt mondjuk, hogy egyébként az a logikus, hogy a mész előre, továbbra is támasz, fenntartod, de nem tudod. Ugye ez a labdával való hát, kontroll, amit ugye a City Arsenal, amit csinál sokszor, és a Liverpool is nagyon sokszor csinál, hogy igazából akkor pihenünk. Tehát akkor pihenünk, hogy amikor majd labda nélkül vagyunk, akkor agresszívak legyünk. A Spurs ilyenkor sem pihen, nagyon sokkal külön, ők is de, de nem a kéne 2-0 után feltétlenül, hanem mondják azt, hogy a 75. perc után elkezdjük hát, járatni a labdát. Szerintem még ez sem, 0-0-nál is legyen egy kicsi. Tehát legyen egy kicsi kontroll benne, az jobban, jobban segít, hát ez hogy alapvetően legyen. Történt. Történt. nagyon sokszor egyébként edzők a mérkőzéseket le is osztják, hogy oké, első 15 perc, pak, 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 megyünk, legyenek magasan megszerzett labdáink, ha megszerezzük a vezetés tök jó, akkor 15. és 30. perc között egy picit nyugi, inkább egy középső hát csak az a Hát igen. alakítják, ez olyan, mint amikor valószínűleg nem úgy ki egy másik félőre a Spurs, akkor hát toljuk erőből megint rájuk. hogy a posztagógolók nem zavarják és... össze a gólok, csak a játékosokat. Jó, alják. csak ugye ezen a meccsen is az történt, hogy a meccsnek az első felében a saját magához mérten a Tatarán még viszonylag konzervatívabb volt azzal, hogy az odoginak ugornia kellett, nem pedig magasabb volt, vagy magasabban volt, és egyből ember emberig mentek. Aztán, ahogy mentünk előre, és fáradnak a játékosok, utána lett a agresszívebb a megközelítés és erre még ráteszed azt, hogy utána el is kezdenek elfáradni. Hát és mellett az a baj külön, mert hogy néha elkezdett különben visszaesni, azt hogy nem tudták letemenni őket ott a 16-osoknál a Brightont, hanem elkezdtek visszaesni ilyen mid blockba, abból próbáltak kifelé jönni, és ezt, te ezt egy John McKenzie, akkor a széleken pedig nagyon sok hely nyílt, és az Estupinán különben ez sokkal jobban ezek, mint a KD a bal oldalon, mert onnantól a természetes ballával tudott befelé íveggetni, és abból jött ugye két gólya is a, a gyakorlatilag a Brightonnak, ez például egy fontos volt, hogy a kdu nagyon szeretjük, nagyon jók és játékos, de jobb és nem véletlen, hogy őt itt jobb hátvédnek hmm. hozták elsősorban. Igen, mert eleben. egyszerűen ez nem működik így jól neki, mert nem léphet be felé. Jobb... sokkal jobb volt a kdu grup például támadásban a Chelsea elleni meccsen. Abszolút. Na, még valami? meg kijelenthetjük, hogy posztakugló az Isten? Én, én szeretem a Én van. is nagyon szeretem. Az eredmények különösen tetszenek. <laughs> Na jó, akkor tovább lépünk a második témánknak az irányába. Hát most beszéltünk eddig egy jó meccsről, kettő izgalmas jó csapatról. Öh. Erik Tenhák túlélő üzemmódba kapcsolva ismét visszanyúlt a komplak mélyebben meghúzott labda nélküli 4-4-2-höz, miközben Unai Emery a Bayern verés mámora után szintén nem szeretett volna túl sokat kockáztatni a Manchester United ellen. A Brighton Tatanámmel ellentétben az Aston Villa Manchester United meccs egy alacsony színvonalú, tögunalmas 0-0 lett. Unája azért alig, hanem ezután is jól alszik majd. De beleférte egy ilyen meccs tenhágnak, vagy ez már valójában időhúzásnak sem elegendő. És még be megbeszéljük még azt is, hogy mi volt a feljutó csapatok egyzőjével. Jók? Nem jók? Normálisak? Csak! azt a mindenségit neki, Russell, Martin, hogy képes ekkora indulatokat kiváltani az emberből, illetve a Chelsea padján. A Chelsea padján, vagy ő váltja majd kompanit a Bayern münchen -nél. hogyha még beszopnak olyan kontrákat, mint a Frankfurt ellen, ki tudja, mi lesz itt. Azért azt szerintem beszédes, hogy ebben a majdnem három órában mi váltotta Sanyi. ki a legnagyobb indulatokat. Russell, Russell Martin. Martin. meg a kieső csapatok. Na, így néz ki az, mikor kibaszott kockák leülnek, és podcastet csinálnak, és a Russell Martin-ról elkezdenek vitatkozni, hogy akkor ő üljön a Southampton kispadján, vagy ne jöjjön a Southampton kispadján. jó beszélgetés volt. Szerintem is érdekes volt, de sajnos csak azt tudja meghallgatni, aki a Premier League.hu már megtette azt a szívességet saját magának, meg nekünk, hogy előfizet a műsorainkra. Várjuk a reakciókat, illetve tőletek pedig a forró lakásokat is a videó alá újabb kommentekbe, a, a hetire különösen büszkék vagyunk, mert az nagyon jól sikerült, de a hétre még nem végeztünk, hogyha esetleg valaki lemaradt volna róla, akkor már kiment az Európa League, Atletico Madriddal, Real Madriddal, holnap pedig, mert, bár még ebben a pillanatban azért közben, miközben mondom, leellenőrzöm, hogy kirúgták esetleg Erik Telhágot a Manchester United-től, de úgy látom, hogy nem. Ettől függetlenül csütörtökön még lesz egy Manchester United extránk, ahol szintén érdekes dolgokról fogunk beszélni, Rashfordról, a keret fizikalitásának hiányáról, a belső védők kérdéséről, szóval azért is érdemes velünk tartani és előfizetni a Premier League.hu-n. Minden esetre köszönjük a figyelmet erre a napra. Ne és erre felejtsétek el, el a kérdéseket, ez legfőképpen az előfizetőinknek szól. Az a fulladás alá. Nem ide. A műsor figyelemmel követése közben ne felejtsétek el, hogy nekünk az a jó, ha egy csapat nem jó. Továbbá. Ne azt ne hogy kiállatként, bár Russell Márti lehet, hogy ezt csinálja. <laughs> Igen. Aha, ez jó. Valamint. Hát én nem fogok tudni frappásabbat mondani, úgyhogy csak minden játékos, rendszer játékos. És vonalazni kell. Az nem lesz, és mint kiderült a ligában is van. autómat, fél automata les rendszer. Köszönjük a kommentet azzal a kapcsolatban. Hello. És találkozunk holnap és jövő héten is. Szíjustak!